Glédia Egy fiatal nő állt előttük. Tudta, Miláj, hogy amikor találkozunk, ezt hallom majd tőled először, mondta halvány mosolyal az arcán. Béli csak bámult rá. Ez a nő megváltozott, gondolta. Most rövidebb a haja, és gond terheltebb az arca, mint két évvel ezelőtt. Mintha két évnél többet öregedett volna. Ennek ellenére azért félreismerhetetlenül megmaradt Glédiának. Ugyanaz a háromszögletű arc, széles járomcsont, picike áll, alacsony és törékeny, szinte gyermeki termet. Béli a szoláriáról visszatérve gyakran álmodott róla, bár nem voltak kifejezetten erotikusak ezek az álmak. Mindig ugyanaz történt bennük, sohasem sikerült eljutni a Glédia közvetlen közelébe. Valahol messze Glédia mindig jelen volt, de Bélének kiabálni kellett, ha szólni akart hozzá. A nő pedig sohasem értette tisztán, mit mondott neki. Béli hiába ment közelebb hozzá. Olyankor Glédia ugyanazzal a sebességgel távolodott tőle. Nem nehéz megérteni, miért épp erről szóltak az álmok. Glédia a Szolárián született, és honfitársaihoz hasonlóan csak ritkán szenvedhette más emberi lények fizikai jelenlétét. Béli emberi lény volt, s mint ilyen nem volt szabad találkozni a glédiával. És persze csak tetézte a bajt, hogy a férfi a földről érkezett. Bár a gyilkossági ügy különös jelentősége feltétlenül szükségessé tette a személyes találkozást, Béli fizikai jelenlétében a nő teljesen elfette a testét, nehogy létrejöjjön köztük valamilyen bűnös kapcsolat. Ennek ellenére, az utolsó rendezvú alkalmával Glédia a józanésznek hányva, egy pillanatra puszta kézzel megérintette az arcát, holott jól tudta, hogy ezzel kiteszi magát a fertőzés veszélyének. Béli tudta, hogy a szószoros értelmében vett érintetlenségre nevelt hölgy részéről rendes körülmények között elképzelhetetlen lenne egy ilyen mozdulat, ezért annál nagyobbra értékelte a jelentőség teljes gesztust. Hát ezért álmodott Béli annyiszor Glédiával, bár idővel aztán elmaradusztak ezek az álmok. Szóval a tiéd volt az a... kezdte Béli ostobán, aztán gyorsan el is hallgatott. Glédia fejezte be helyette a mondatot. Az a robot. És két évvel ezelőtt az én férjem volt az áldozat. Úgy látszik ez a sora mindennek, amihez csak hozzáérek. Béli a nő arcához érintette a kezét nem tudatosult benne, mi csinál, és Glédia nem adta tanújelét annak, hogy észrevette volna, mi történt. Két évvel ezelőtt eljöttél és megmentettél. Bocsáss meg nekem, de kénytelen voltam értet küldeni. Gyere be, Eli! Kerüljön be, ebb, Dr. Fasztolf! Fasztolf hátralépett, hogy előre engedje Bélit. Dénjel és Giscard is bevonult utánuk. Jellegzetes robot szerénységgel elfoglaltak egy-egy szabad fal a terem két szemközti oldalán, és csendben mozdulatlanul várakoztak háttal a falnak. Egy pillanatig úgy látszott Blédia a robotoknak kiáró közönnyel bánik majd velük, de miután ránézett Dénielre, Fasztolfhoz fordult, és kisé folytott hangon kérlelni kezdte. – Az ott... legyen szíves, kérje meg, hogy távozzon, Fasztolf meglepetten visszahőköt. – Déni erre gondol? – kérdezte. – Ő is olyan, olyan, mint Jander volt. Fasztov Déniel felé fordult. Jól láthatóan fájdalom futott át az arcán. – Hát persze, drága Glédia, bocsásson, meg nem is gondoltam rá. – Déniel, menj át egy másik terembe, és ott várakozz. Déniel szó nélkül kivonult. Glédia akkor zsiszkárra pillantott, mintha gyorsan meg akarna bizonyosodni arról nem hasonlít -e ő is Janderre. Aztán egy alig észrevehető várándítás után figyelme visszatért a két emberi lényhez. – Megkínálhatom önöket valamilyen frissítővel? Kérnek finom hideg kókusz Én nem kérek, Glédia – felelte Fasztolf. – Én csak ígéretemhez híven elhoztam Mr. Bélit. Nem maradok sokáig. Ha kaphatok egy pohár vizet, ígérem nem foglak más kérdésekkel zaklatni, mondta Béli. Glédia felemelte a kezét. A robotjai nyilván lesték minden mozdulatát, mert intésére egyikük hangtalanul bejött a terembe egy tálcával. A tálcán egy pohár víz volt, meg egy kis adag étel. Sós kekszre emlékeztető falatkák fura rózsaszín díszítéssel. Béli nem tudott ellenállni a kísértésnek, és megkóstolt egy darabot. Fogalma sem volt, milyen íze lesz, de biztosra vette, hogy valamely földi eledel származéka, mert el sem tudta képzelni, hogy az aurórán bárki bármilyen formában képes elfogyasztani az itteni őshonos élőlényt, vagy hogy egy aurórai polgár szintetikus anyagot vesz a szájába. A földi étkek idővel persze jelentős változáson mentek keresztül, részben a helyi termelési feltételeknek, részben az éghajlatnak köszönhetően, és fastov az ebédnél meg is állapította, hogy az ételek nagy részének jellegzetes aurórai zamata van. Bélit kellemesen meglette a keksz intenzív, fűszeres íze, és rögtön elvett a tálcáról még egy darabot. Aztán köszönetet mondott a robotnak, aki persze akkor sem tiltakozott volna, ha az idők végezett ott kell állnia. És magához vette az egész tálat és a pohár vizet. A robot kiment. A késő délutáni napvörös fényjel tűzött be a nyugati ablakom. Bélinek az volt a benyomása, hogy ez a ház kisebb, mint Fasztolfé, de talán nem lenne annyira komor, ha nem a szomorkás glédia áldogálna olyan szívszakasztóan a terem közepén. Lehet persze, hogy Béli csak képzelődött, hiszen tulajdonképpen nem is tartotta lehetségesnek, hogy egy emberi lénynek védelmet szolgáló aurórai lakóépület derűs hangulatot árasszon, amikor falai közvetlenül a külvilággal érintkeznek. A falak túloldalán hiába is keresné az emberi jelenlét, a társaság, a közösség melegségét. Ott az ort, hideg, élettelen természet az úr. Bélit kellemesen meglepte, hogy viszont látja Glédiát, és az élmény hatására egy időre megfeledkezett gondjairól. Most viszont újra eszébe jutott megoldhatatlannak tűnő feladata, és a csontjaiban érezte a külvilág hidegségét. – Gyere, ülj le, Ejla! Le, – mondta Glédia. – Bocsáss meg, amiért nem négy szem közt fogadlak. Most másodszor kerültem az érdeklődés középpontjába, és már az első alkalommal nagyon elegem lett a népszerűségből. Megértelek, Glédia, felesleges mentegetőznöd, felelte Béli. Ön pedig, kedves doktor, téved, ha azt hiszi, hogy távoznia kell. Hát, Fasztolf a falra szerelt időszalagra pillantott. Maradok még egy rövid ideig, de aztán tényleg mennem kell. Halaszthatatlan munkám van. Lehet, hogy a közeljövőben eltiltanak mindenféle hasznos tevékenységtől. Glédia sűrű pislogások közepette válaszolt, mintha könnyeivel küzdködne. Tudom, doktor Fasztov, ön nagy bajba került amiatt, ami itt történt, én meg csak a saját kellemetlenségeimre tudok gondolni. Nekem is elég a magam a glédia, felelte Fasztov. Kegyednek nem kell bűntudatot éreznie. Mr. Béli talán mindkettőnk ön tud segíteni. Béli szorosan összepréselte az ajkait. Nem tudtam, Glédia, hogy te is belekeveredtél ebbe az ügybe, mondta lassan. Ki, ha én nem? – kérdezte Glédi a két sóhajtás között. – A te tulajdonodban van, helyesebben volt, Yander Panel. – Igazából nem volt az enyém. Inkább úgy mondanám, kölcsön kaptam dr. Fasztóftól. – Ott voltál mellette, amikor… – Béli elhallgatott. Nem tudta, milyen szóval írja le a tragikus eseményt. – Amikor meghalt? Miért nem mondhatnánk, hogy meghalt? Nem, nem voltam mellette, és mielőtt még megkérdeznéd, elárulom, hogy abban az időben senki sem volt itt velem a házban. Egyedül voltam. Általában egyedül vagyok, majdnem mindig. Tudod, milyen nevelést kaptam a Szolárián? Persze, nem kötelező egyedül lennem, most sem zavar a társaság. Túlságosan. Biztos, hogy egyedül voltál, amikor Jander meghalt. Nem lehet, hogy tévedsz. Mondom, hogy egyedül voltam felelte Glédia, és parányi sértődöttség csendült ki a hangjából. – Jó, Eli, tudom, neked többször el kell ismételnem mindent. Egyedül voltam, becsület szavamra. – De azért a robotok itt voltak, ugye? – Természetesen igen. Egyedül léten azt értem, hogy nem voltak emberi lények a házban. – Hány robotod van, Glédia? – Jandert leszámítva. Glédia hallgatott egy darabig, mintha csak most számlálná össze magában a robotjait. – Húsz – mondta végül. – Öt a házban, tizenöt a birtok többi részén. Egyébként a robotok szabadon mozognak a házam és dr. Fastolf háza között, így nem lehet minden pillanatban tudni, hogy a robotjaink mikor melyik birtok területén járnak. Értem, mondta Béli. Ha ehhez még hozzáveszünk, hogy dr. Fastolfnak 57 robotja van, akkor összesen 77 darabbal kell számolnunk. Más birtokok robotjai is ide keveredhetnek? Nincs más birtok a közelben, így ez gyakorlatilag lehetetlen. Vetette közbe Fastolf. Egyébként sem nagyon szokás a robotok keveredése, ami esetünk különleges. Glédia nem ide valósi. és én, mint egy, a gondját viselem. – Akkor is 77 robotról van szó, – szögezte le Béli. – Igen, – mondta Fasztov, – de miért tartja ezt olyan fontosnak? – Azért, mert azt jelenti, hogy ön és Glédia hozzászoktak ennek a 77 darab mozgó, némiképp emberre hasonlító tárnak a látványához, és nem fordítanak rájuk különösebb figyelmet. Nem lehetséges, Glédia, hogy nem vennéd észre, ha egy emberi lény valamiért be akarna hatolni a házadba? – talán benne is csak az egyik emberformájú mozgó tárgyat látnád, és fel sem figyelnél rá. Fasztolf halkan kuncogott, Glédia viszont komoly arcot vágott, és ingatta a fejét. Éláj látszik, hogy földlakó vagy. Gondolod, van olyan emberi lény, dr. Fasztófot is beleértve, aki megközelítheti a házamat úgy, hogy ne tájékoztatnának engem erről a robotjai? Én talán robotnak nézhetek egy mozgó emberi alakot, de egy robot soha sem esne ebbe a hibába. Most is a robotjaimról tudtam meg, hogy jössz. Még egyszer mondom, Jander halálának időpontjában rajtam kívül egyetlen ember sem tartózkodott a házban. Tehát rajtad kívül senki? Rajtam kívül senki, ugyanúgy, mint a férjem halálakor. Fasztóf udvariasan megjegyezte, azért most más a helyzet, Glédia. A férjét egy tompatárgyal ölték meg akkor szükségszerűen fizikailag is jelen volt a gyilkos, és kegyed azért keveredett gyanúba, mert senki más nem volt a házban. Jelen esetben viszont egy bonyolult szóbeli parancs végzett Janderrel, és ezért a gyilkosnak nem kellett idejönnie. Kegyedre nem vet rossz fényt az, hogy egyedül volt itt, arról nem is beszélve, hogy fogalma sincs arról, hogyan lehet zárlatot előidézni egy emberformájú robot agyában. Mindketten Béli felé fordultak. Fasztolf kérdőn Glédia bánatos tekintettel nézett a föld lakóra. Bélit bosszantotta, hogy Fasztolf jókedvűen tud szembenézni a sivár jövővel, amikor pedig ugyanolyan elkeserítő a helyzete, mint az övé. Morózusan tette fel magának a kérdést. Mi lehet olyan nevetséges, amitől ez a Fasztolf úgy röhög, mint egy idióta? A megfelelő ismeretek hiánya önmagában még nem kizáró tényező, magyarázta Béni lassan. Előfordul, hogy az ember nem tudja, hogyan juthat el egy bizonyos helyre, de a közben egyszer csak véletlenül ott találja magát. Lehet, hogy valaki Janderrel beszélgetve, mit sem sejtve előidézte a mentális zárlatot. – Mekkora esélye van ennek? – érdeklődött Fasztorf. – Ön a szakértő, dr. Fasztorf, és ilyen minőségében, gondolom, mindjárt kijelenti, hogy egy ilyen véletlennek rendkívül kicsi az esélye. – Hihetetlenül kicsi! Ha az, aki nem ismeri az utat, csak is kifeszített kötelek kanyargós hálózatán egyensúlyozva, bekötött szemmel juthat el a célhoz, mekkora az esélye annak, hogy véletlenül oda talál. Glédiát nagyon felzaklatta a beszélgetés. Remegő kezét ökölbe szorította és a térdéhez nyomta, mintha így akarná mozdulatlanná merevíteni. Nem tudom, véletlen volt-e vagy sem, de tény, hogy nem én vagyok a tettes. Nem voltam ott mellette, amikor ez történt. Akkor nem. Reggel még beszéltem vele, teljesen normálisan viselkedett. Órákkal később hivattam, és nem jött. Elindultam megkeresni, és a szokott helyén találtam. Úgy áldogáltott, mint máskor. Csak éppen nem reagált, amikor megszólítottam. És azóta se reagál semmire. Nem lehet, hogy egy véletlenül elfelejtett mondatod jóval később, talán egy órával később idézte elő a mentális zárlatot? kérdezte Béli. Ez teljesen lehetetlen, Mr. Béli, szólt közve Falstaff éles hangon. Ha mentális zárlat lép fel, akkor az rögtön a kritikus közlés után következik be. Ne is zaklassak Lédiát ilyesmivel. Ő nem tudná szándékosan előidézni a zárlatot, a véletlen előfordulás pedig elképzelhetetlen. És a pozitronok áramlásának véletlenszerű megváltozása talán nem elképzelhetetlen? Mert az ön állítása szerint ez történhetett? Az már nem annyira elképzelhetetlen. De ha mindkét dolognak rendkívül kicsi a valószínűsége, akkor mit számít melyik az elképzelhetetlenebb? Nagy a különbség. Véleményem szerint a pozitron áramlás spontán zavara miatt fellépő mentális zárlat valószínűsége egy az 1012-höz, míg az állatot előidéző utasítássorozat véletlen előfordulásának a valószínűsége mindössze egy a 10100-hoz. Ez persze csak becslés, de reális becslés. Még egyetlen elektron mérete és az egész világegyetem kiterjedése között sincs ekkora óriási különbség, Ennyivel valószínűbb, hogy Jander pusztulását spontán pozitron áramlási zavar okozta. Egy ideig valamennyien hallgatásba merültek. Béli szólalt meg először. – Doktor Fasztov, az előbb azt mondta, nem maradhat sokáig. – Már is túl sokáig maradtam. – Jó, akkor most elmegy? Fasztov előbb felállt, csak aztán tette fel a kérdést. – Miért? – Mert négy szem szeretnék beszélni Glédiával. Tovább akarja nyaggatni. Ki akarom őt hallgatni anélkül, hogy önközbe szólna. Nem udvariaskodom, ahhoz most túlságosan is komoly a helyzet. Nem félek Mr. Bélétől, doktor, mondta Glédia. Na pedig túlzottan udvariatlan lenne, tette hozzá merengve. A robotjai megvédenek. Fasztor mosolyogva válaszolt. Jól van, Glédia. Kezet nyújtott, mire a nő egy pillanatra megszorította az ujjait. Mindkettőjük biztonsága érdekében szeretném, ha Siskár itt maradna. Déniel pedig, ha nem zavarja önöket, továbbra is várakozhat a szomszéd helyiségben. Glédia, kölcsönkérhetem az egyik robotját, hogy elkísérjen a birtokomra? Hogy nem? felelte Glédia és felemelte a karját. Azt hiszem, Pandiont ismeri. Hát persze, hogy ismerem. Erős, megbízható kísérő. Fasztov kiment, a robot szorosan a nyomában. Béli várt egy kicsit. Glédiát tanulmányozta, aki mellette ült, és az ölébe ejtett kezét bámulta. Béli esküdni mert volna, hogy a nőnek még sok mondani valója van. Nem tudta, hogyan csikarja ki a vallomást, de egy valamiben biztos volt. Fastolf jelenlétében Glédia nem mondja el a teljes igazságot. Amikor Glédia végre felnézett, olyan arcot vágott, mint egy kislány. – Hogy vagy, Eli? Hogy érzed magad? – Kérdezte elhaló hangon. Elég jól glédia. Doktor Fasztól azt mondta, nyílt terepen sétáltok majd ide, és lesz rá gondja, hogy a legkritikusabb ponton várakoznot kelljen egy darabig. Tényleg? És miért csinálta ezt? Csak a vicc kedvéért? Nem, Milájt, csak elmeséltem neki, hogy reagáltál egyszer a nyílt tér látványára. Emlékszel még arra, hogy elájultál és beleestél a vízbe? Béli gyorsan megrázta a fejét nem tagadhatta le a történteket, nyilvánvaló volt, hogy nem felejtette el azt a kellemetlen epizódot, mégsem örült, hogy Glédia szóba hozta a dolgot. Ma már nem fordulhatna elő, azóta sokat fejlődtem, vetette oda mogorván. De Doktor Fasztolf azt mondta, próbára tesz. Jól viselted? Elég jól, minden esetre nem ájultam el. Összeszorította a fogait, mert eszébe jutott az asztroszimulátoros baleset a leszálláshoz készülő űrhajón. Ott persze megint más volt a helyzet. Felesleges szót vesztegetnie rá. Béli szándékosan témát váltott. Hogyan szólítsalak itt? Tegeződjünk? Eddig is tegeződtünk, és Glédiának szólították. De talán hibát követtem el. Mrs. Delmárt is mondhatnék, de te. Glédia felsóhajtott és gyorsan közbevetette. Nem használom ezt a nevet, amióta idejöttem. Kérlek, te se használt. És az auróraiak hogyan szólítanak? Ők Glédia szoláriát szoktak mondani, csak hogy utaljanak idegen mi voltomra. Ezért ezt a nevet se szeretem. Egyszerűen Glédia vagyok. Ez az egy szó bőven elég. Nem aurórai név, és kétlem, hogy mást is hívnak így ezen a bolygón. Én pedig, ha nem zavar, továbbra is ilájnak foglak téged szólítani. Nem zavar. Most pedig szeretném felszolgálni a teját jelentette ki Glédia, Béli pedig megadóan bólintott. Nem tudtam, hogy az űrlakók is szoktak tejázni. Mi nem földi teját iszunk, magyarázta Glédia. Egy kellemes zamatú, de egyáltalán nem káros növénykivonatot hívunk tejának. Felemelte a karját, és Béli észrevette, hogy a ruha újja szorosan a csuklóhoz simul, és vékony testszínű kesztyűben folytatódik. Tehát Glédia most is csak a lehető legkevesebbet fedi fel a testéből, hogy minimálisra csökkentse a fertőzés veszélyét. Glédia karja egy pillanatig fennmaradt a levegőben. Kisvártatva megjelent egy láthatólag még zsizkárnál is primitívebb robot, és egy tálcáról ügyesen kiosztotta a tejás csészéket, a kis szendvicseket, meg a süteményfalatkákat. Hova tovább kecses mozdulattal töltötte ki a teját. – Hogyan csinálod ezt Glédia? – – kérdezte Béli kíváncsian. – Mit hogyan csinálok, Iláj? – Ha akarsz valamit, csak felemeled a karodat, és a robotjaid rögtön teljesítik a kívánságod. Ezt például honnan tudta, hogy a te kéred? – Egyszerű. A szobán végig húzódik egy elektromágneses erőtér. Valahányszor felemelem a karomat, a mozdulatom torzulást okoz az erőtérben, a kézfejem és az ujjam különböző állása más és más torzulást eredményez, és a robotjaim képesek arra, hogy különböző utasításokként értelmezzék a torzulásokat. Csak az egyszerű parancsok esetében élek ezzel a lehetőséggel. Például értésükre adom így, hogy gyere ide, hozd a teját, meg e féléket. Nem láttam, hogy dr. Fasztov hasonló módszert alkalmazna a birtokán. Az aurórára nem jellemző ez a rendszer, Főleg a szolárián használják, és én már megszoktam. Egyébként mindig ugyanebben az időben szoktam teljázni. Borgraf már számít rá. Ő Borgraf? Béli érdeklődve méregette a robotot. Eddig csak egy futó pillantást vetett rá. A megszokás hamar közöny eredményez. Másnap talán már észre sem veszi majd a robotok jelenlétét. Láthatatlanul fognak nyüzsögni körülötte. Úgy végzik el észrevétlenül az apró cseprő teendőket. Pedig Béli nem akarta szem előtt őket. Glédia, kettesben akarok lenni veled, mondta, robotok nélkül. Zsiszkád, menj át Dénielhez, onnan is tudsz vigyázni ránk. Zsiszkád robotagya saját nevének hallatán rögtön működni kezdett. Igen, uram, hangzott az engedelmes válasz. Glédiát a jelek szerint elszórakoztatta valamelyest ez a kis közjáték. Furák vagytok ti földlakok! Nektek is vannak robotjaitok a földön, mégsem tudtok bánni velük. Olyan dörgedelmesen parancsóz rájuk, mintha süketek lennének. Glédia Borgrafhoz fordult, és halkan közölte vele. Borgraf, egyik kötök se léphet a terembe, amíg be nem hívom. Csak akkor zavarhattok, ha egyértelmű közvetlen veszélyt észleltek. Igen, asszonyom, mondta Borgraf, aztán hátra lépett, Végignézett az asztalon, mintha meg akarna bizonyosodni arról, nem feledkezette meg valamiről, majd megfordult és elhagyta a termet. Béli legalább olyan jól mulatott most Glédián, mint az előbb Glédia ő rajta. A nő csak ugyan halkan szólt a robothoz, de olyan pattogó hangnemben, ahogy egy főtörzsőrmester szokott az újonchoz. De hát elvégre nincs ezen semmi meglepő. Béli régóta ismerte a nagy-nagy igazságot. Más bolondságát könnyebb észrevenni, mint a magunkét. – Most már kettesben vagyunk, Iláj, – mondta a nő. – A robotok is kimentek. – Nem félsz, amiért egyedül kellett maradnod velem? – kérdezte Béli. Glédia lassan ingatta a fejét. – Mi okom lenne félelemre? – Csak felemelem a jobb karom, teszek egy gyanús mozdulatot, ilyetten felsikoltok, és azon nyomban itt terem jó néhány robotom. A külső világokon egyetlen embernek sincs oka félni egy másik emberi lénytől. Nem a Földön vagyunk. Egyébként miért kérdezed? Azért, mert én nem kizárólag fizikai félelmet ismerek. Nem kell attól tartanod, hogy erőszakoskodni fogok veled, de nem félsz a faggatástól. Nem félsz, hogy kiderül rólad valami olyasmi, amit nem szeretnél tudatni senkivel. – Azt sem felejtsd el, hogy most nem a szolárián vagyunk. Ott sajnáltalak együtt éreztem veled, és feltett szándékom volt, hogy bebizonyítsam az ártatlanságodat. – Most nem érzel együtt velem? kérdezte Glédia a halkam. – Most nem a férjed haláláról van szó. Nem gyanúsít senki gyilkossággal. Csak egy robotot pusztítottak el, és tudtommal te minden gyanú felett állsz. – Nekem inkább Doktor fasztól jelenti a problémát. Számomra rendkívül fontos, nem kell részleteznem milyen okból, hogy bebizonyítsam az ártatlanságát. Ha ezen közben téged is bajba sodorrak, nagyon sajnálom, de nem tehetek ellene semmit. Nem fogom a nyakamat törni csak azért, hogy megkiméljelek a fájdalomtól. Ennyit már csak becsületből is előre kell bocsájtanom. Grédia felemelte a fejét, és gőgösen Béli szemébe nézett. Miért gondolod, hogy bajba sodorhatsz? Most, hogy dr. Fasztov nem tud közbekotyogni, előbb-utóbb talán ez is kiderül, felelte Béli hűvösen. Az egyik kis szendvicset felszúrta a villájára. Nem akart az újjával érinteni, nehogy az egész használhatatlan használhatatlanná tegye Glédia számára. Áttette a saját tányérjára, majd bekapta, és kortyolt hozzá a tejából. Glédia mindenben utánozta. Ha Béli vette egy szendvicset, ő is evett egy. A Béli ivott a tejából, őszintén a szájához emelte a csészét. Béli hűvösen beszélt velem, ő is ugyanolyan hang felelt. Glédia, folytatta a nyomozó, tudnom kell, pontosan milyen kapcsolat fűz téged dr. Fasztorfhoz. Ez fontos. Közel laktok egymáshoz, és gyakorlatilag közös robot háztartásotok van. Fasztorf szemlátomást aggódik érted. Azon kívül, hogy az ártatlanságát hangoztatja, jóformán nem is próbál védekezni. Téged viszont rögtön a védelmébe vesz, ha felteszek neked egy-egy kérdést. Glidia halványon elmosolyodott. Mire gyanakszol, Iláj? Ne bújj ki a válaszadás alól, figyelmeztette Béli. Nem gyanakodni akarok, csak az igazat szeretném tudni. Beszélt neked Doktor Fasztolf fanyáról? Igen. És megkérdezte tőle, hogy Fanya a felesége, vagy csak az élettársa? Megérdeklődted, hogy Fasztófnak vannak-e gyerekei? Béli nyugtalanul fészkelődött. Természetesen feltehette volna ezeket a kérdéseket, de a sűrű lakott földön megszokta, hogy a magánélet szent, éppen azért, mert jóformán nem is létezik. A földön gyakorlatilag lehetetlen volt belátni a családi kötelékek szövevényes rendszerébe, így ott soha senki sem feszegette ezt a témát. Az emberek úgy tettek, mintha semmit sem tudnának egymás magánéletéről, és etéren általánosan elterjedt a képmutatás. Itt az aurórán persze nem érvényesek a földi szabályok. Béli mégis automatikusan érvényesnek vette őket. Mekkora ostobaság volt ez részéről? Még nem kérdeztem erről Fasztolfot, felelte. Mondd el, amit tudsz. Fánya a felesége, magyarázta Glédia. Fasztov többször nősült, persze egyszerre mindig csak egy felesége volt, bár az aurórán nem teljesen ismeretlen a poligámia intézménye. Mindkét nemnél erőfordul. Enyhe undorral mondta ezt, de rögtön utána, mint egy védekezésképpen hozzátette. Be ezek a szolárián nem létezett ilyesmi. Dr. Fasztov jelenlegi házasságát hamarosan felbontják, folytatta Glédia. Attól a pillanattól kezdve mind a ketten szabadon kezdeményezhetnek új kapcsolatokat, bár sokszor a felek nem várják meg ezzel a házasság hivatalos megszűnését. Nem állítom, hogy egyetértek ezzel a szokással, de tudomásul kell venni, hogy az auróraiaknál ez már csak így van. Úgy tudom, dr. Fasztolf meglehetősen szigorú erkölcsi normák szerint él. Egyszerre mindig csak egy felesége van, és sohasem kaphat a házasságon kívüli kapcsolatok iránt. Az aurórán régi módinak és ostobának tartják ezt a magatartást. Béli bólintott. Erről olvastam valamit. Ha jól értettem, a felek akkor kötnek házasságot, amikor gyereket akarnak. Elméletben így is van, de én hallottam, manapság nagyon kevesen tartják tiszteletben ezt a szabályt. Dr. Fasztófnak már két gyermeke van, nem is lehet több. Ennek ellenére újra és újra megházasodik. Most ismét pályázik egyre, de a harmadikra persze nyilvánvalóan nem fogja megkapni az engedélyt, és ezt ő is tudja. Vannak, akik még kérvényezni is lusták. Akkor mi értelme annak, hogy Fasztov megházasodjon? A házasság társadalmi előnyökkel jár. Elég bonyolult rendszer. Nem vagyok aurórai, és azt hiszem, nem is értem teljesen, mire jó. Se baj. Mesélj nekem, doktor Fasztov gyerekeiről. Két lánya van, két különböző anyától. Fanyától nincs gyereke. Aurórai szokás szerint mind a két gyermek anyaméből fejlődött. Ma már felnőtt nők, mindkettőnek saját birtoka van. Fasztov szoros kapcsolatot tart fent a lányaival? Nem tudom, sohasem beszél róluk. Az egyik lány robot szakértő, vele gondolom már csak a munkája miatt is kapcsolatban áll. Azt hiszem, a másik lány egy városi kormányzatnál dolgozik vezetőbeosztásban, Róla nem tudok többet. Tudsz arról, hogy feszültségek lennének a családban? Nem tudok róla, Ilái, de ez még nem jelent semmit. Azt hallottam, fasztól jól kijön mindegyik volt feleségével. Egyiküktől sem vált el haraggal. Egyébként Dr. Fasztolfról nem is nagyon lehet elképzelni, hogy egy illedelmes, lemondó sóhajnál hevesebb érzelem kitörésre ragadtassa magát, bármi történjék is vele. Még a halálos ágyán is viccelődni fog. Ez legalább igaznak hangzik, gondolta Béli. Akkor most mondd el, milyen a kapcsolatod, dr. Fasztolfa. az igazat akarom hallani. A mostani helyzetben nem engedhetjük meg magunknak, hogy szemérmességből megkerüljük a tényeket. Glédia mélyen Béli szemébe nézett. Nincs mit letagadnom, mondta. Dr. Hán Fasztolf a barátom. Nagyon jó barátságban vagyunk. Mennyire jó barátságban, Glédia? Ahogy mondom, nagyon jóban. Várod a vállását, hogy te lehess a következő felesége? Nem, felelte Glédia higgadtan. Akkor a szeretője vagy? Nem. Az voltál? Nem. Meglep? Nincs véleményem. Egyszerűen csak tisztán kell látnom az ügyben, felelte Béli. Akkor most engedd meg, Iláj, hogy összefüggően feleljek neked, és ne bombázz tovább a kereszt kérdéseiddel. Úgy csinálsz, mintha titkot akarnál kiszedni belőlem, amelyeket egyébként nem árulnék el. Glédia hangján nem érződött, hogy haragudna. Mintha inkább szórakoztatná a dolog. Béli egy kicsit elvörösödött, és már a nyelvén volt, hogy eszébe se jutna ilyesmi, de aztán belátta, hogy semmit se nyerne a nyilvánvaló tény tagadásával. Hallgatlak, dörmögte inkább halkam. A piszkos edények ott sorakoztak közöttük az asztalon. Rendes körülmények között Glédia valószínűleg már felemelte és behajlította volna a karját, Borgraf robot pedig csendesen besietett volna, hogy leszedje az asztalt, gondolta Béli. Vajon az edények látványa idegesíti Glédiát és megzavarja a válaszadásban? Mert ha igen, akkor jó, hogy elküldték a robotokat, elmélkedett a nyomozó, de nem igazán reménykedhetett, mert Glédiát szemlátomás nem zavarta rendetlenség. Talán észre se vette. A nő megint lesütötte a szemét, arca megereszkedett, és egy kicsit megkeményedtek a vonásai, mintha olyan múltbéli eseményeken merengene, amelyeket nagyon szívesen kitörölne az emlékezetéből. – Neked van fogalmad arról, hogyan éltem a szolárián? – Nem éppen boldogam, de nem tudtam, hogy másképp is élhetnék. Aztán egyszer csak megismertem a boldogságot, és azóta pontosan tudom, mennyire boldogtalan voltam annak előtte. Először te döbbentettél rá erre, Iláj, én? kérdezte Billy megrökönyödve. Igen, Ilá, amikor utoljára találkoztunk a Szolárján, remélem emlékszel még, megtanítottál valamire. Megérintettelek, lehúztam a kesztyümet. Ilyesmi volt, mint amilyet most is viselek, és megérintettem az arcodat. Nem sokáig érintkezett a testünk. Nem tudom neked, mit jelentett az a pillanat. Nem, ne szól semmit, nem fontos. A lényeg, hogy nekem rengeteget jelentett. Glédia dacosan Béli szemébe nézett. Számomra mindennél többet jelentett akkor az az érintés. Megváltoztatta az életemet. Ne felejtsd el, Iláj, hogy gyermekkorom óta akkor először érintettem meg emberi lényt a férjem kivételével. A férjemnek pedig csak nagy ritkán kerültem a közelébe. Háromdimenziós távnézőn persze láttam férfiakat, és alaposan megismertem a testüket, minden porcikájukat. Ilyen értelemben a veled való találkozás nem jelentett újdonságot. De korábban nem volt okom azt hinni, hogy más érzés megérinteni az egyik férfit, mint a másikat. Tudtam, milyen tapintása van a férjem bőrének, milyen érzés, amikor rászánja magát, hogy hozzámérjen, és tudtam, milyen a folytatás. Nem volt okom feltételezni, hogy bármelyik mozzanatot másképp élném át, ha egy másik férfi lenne a helyében. A férjemmel való érintkezés nem szerzett gyönyört. De miért is kellett volna, hogy úgy legyen? Talán örömet szerez, ha az ujjammal megérintem ezt az asztalt? Legfejebb annyiban, hogy érzem, mennyire sima alapja. A férjemmel való testi kapcsolat nem volt más, mint egy időről időre elismételt szertartás. Ő megtette a kötelességét, amit elvárnak minden tisztességes szoláriai polgártól, és mindent a naptár szerint, óra műpontossággal végzett el, ahogyan azt az illem előírja. Egyetlen szempontból nem felelt meg a kívánalmaknak. Annak ellenére, hogy az időszakos testi kapcsolat a nemi közösülés célját szolgálja, ő nem kérvényezett gyereket, és szerintem semmi kedve nem volt az apasághoz. Én túlságosan is rettegtem tőle, ezért nem mertem kérvényezni, pedig jogomban állt volna. Visszatekintve elmondhatom, hogy mindig unottan, mechanikusan szeretkeztünk. Soha se jutottam el az orgazmusig. Egyetlen egyszer sem sikerült. Csak az olvasmányaimból tudtam, hogy egyáltalán létezik olyasmi. Érdekesnek találtam a leírásokat, de mivel importkönyvekben találkoztam velük, a szoláriai könyvek nem foglalkoznak a szexsel, nem bízhattam a hitelességükben. Azt hittem, mindössze arról van szó, hogy egzotikus metaforák formájában közlik a lényeget. Az autó erotikus módszerrel is hiába próbálkoztam. Azt hiszem, maszturbáció az elfogadott neve, Legalábbis ezzel a szóval jelölik az aurórán. A szólárián persze sohasem eszik szó a szexről, és jó társaságban egyetlen szexel kapcsolatos kifejezés sem megy ki az ember a száján, már pedig a szólárián rossz társaság nem létezik. Itt ott olvastam egyet -egy mást a maszturbációról, és bátortalanul bár, de többször megpróbálkoztam azzal, amit a könyvek írnak. Nem ment. Annyira belém nevelték, hogy az emberi test tabu, ezért aztán saját magamhoz sem tudtam viszolygás nélkül hozzányúlni. Persze időnként észrevétlenül hozzáért a kezem az oldalamhoz, átvetettem egyik lábamat a másikon, éreztem, hogy a combjaim egymáshoz érnek, de a szándékos örömszerzés egészen más. Az ellen minden idegszálam tiltakozott. Tudtam, hogy nem szabad, ezért sohasem sikerült. Az persze egyetlen egyszer sem jutott eszembe, hogy talán másfajta érintés is gyönyört szerezhet. Hogyan is történne velem ilyesmi? Így gondolkodtam egészen addig, amíg meg nem érintettelek. Nem tudom, miért teszem. Hirtelen túláradó szeretetet éreztem irántad azért, mert tisztáztál a gyilkosság vágyja alól. Másrészt nem is számítottál annyira tiltott gyümölcsnek, hiszen nem vagy szoláriai. Számomra te akkor, bocsáss megérte, nem voltál teljes értékű férfi, csak egy földlakó, aki külsőleg olyan, mint a többi emberi lény, de rövid életű és potenciális fertőzés forrás. Következésképp a legjobb esetben is csak fél ember. Így hát megérintettelek, hiszen megmentettél, holott nem hittelek igazi férfinak. Ráadásul nem olyan ellenségesen és idétlenül. Ráadásul nem olyan ellenségesen és idegenkedve bámultál rám, ahogy a férjem szokott, és nem is azzal a szándékosan kimutatott, művelt közönnyel, amely távnézéskor sugárzik a férfiakból. Ott álltál előttem tapintható testi valódban, és melegséget, gondoskodást olvastam ki a tekintetedből. Még meg is remegtél, amikor az arcot felé emeltem a kezem. Láttam, hogy így volt, hiába is tagadnád. Nem tudom, miért éreztem annyira gyönyörűnek azt a pillanatnyi érintést, amikor pedig fizikailag ugyanaz történt, mintha a férjemhez vagy bármely más férfihoz, nőhöz értem volna hozzá. Valahogyan több volt ez, mint a fizikai érzet. Te is örültél neki, és látszott rajtad, hogy vonzódsz hozzám. Én pedig elfogadtam a közeledésedet. Amikor érintkezett a bőrünk, úgy éreztem, tűzben nyúltam, és a lángok egy pillanat alatt elborították a kezemet, a karomat az egész testemet. Nem tudom, mennyi ideig tartott. Nem lehetett több egy-két másodpercnél, de számomra akkor megállt az idő. Olyas valami történt velem, ami azelőtt soha. Jóval később tudtam meg, hogy akkor, abban a pillanatban nagyon közel álltam az orgazmushoz. Megpróbáltam nem kimutatni. Béli rá sem mert nézni Glédiára, csak ingatta a fejét. Sikerült is, csak annyit mondtam, hogy köszönöm, Iláj. Köszönetet mondtam azért, amit a férjem halála kapcsán értem tettél, de sokkal inkább azt köszöntem meg neked, hogy fényt hoztál az életembe, és öntudatlanul is megismertettél azzal a gyönyörrel, kitártál egy kaput, új utat, új távlatokat nyitottál előttem. Fizikailag nem történt sok, csak egy érintés volt. De számomra az volt mindennek a kezdete. Glédia egyre halkabban beszélt, és végül el is hallgatott. Emlékezett. Aztán a magasban melte az ujját. Nem mond semmit, még nem fejeztem be. Képzelődtem én az előtt is, de csak homályos, bizonytalan álmaim voltak. Minden erőmmel megpróbáltam elképzelni, hogy majdnem ugyanazt csinálom egy férfival, mint a férjemmel szoktam. Nem tudtam, mi a különbség de nem sikerült elképzelnem azt a másfajta érzést. Lehet, hogy egész életemben az elképzelhetetlent próbáltam elképzelni, és meghalhattam volna úgy, ahogy a szoláriai nők és férfiak többsége, akik három-négy évszázad alatt sem tapasztalják meg a gyönyört. Gyerekeik születnek, mégsem ismerik az érintés örömét. Én viszont rögtön megismertem Iláj, amikor hozzáértem az arcodhoz. Hát nem csodálatos? Megtanítottál arra, miről érdemes képzelődni. A mechanikus szeretkezésben, a testek érzéketlen, kelletlen közeledésében nincs semmi csodálatos. Létezik viszont valami egészen más, amiről nem hittem volna, hogy köze van az egészhez. Az kifejezés, a csillogó szem, a gyöngétség, a kedvesség. Nem is tudom elmondani. A másik elfogadása, amikor ledőlnek a falak két ember között. Ez lehet a szerelem, Mindez, amit most elmondtam, és még sok minden, amit nem tudok elmondani. Szerelmet éreztem iránt a diláj, mert azt hittem, te is tudnád ezt érezni. Nem állítom, hogy szerettél, de úgy láttam képes lennél rá. Azelőtt az ókori irodalmat olvasva soha sem értettem, mi a szerelem, ugyanúgy, ahogy annak a dicsőségnek a fogalmát sem tudtam felfogni, amiért ölték egymást az emberek. Elfogadtam a szót, de máig nem értem, mit jelent. Ugyanígy voltam a szerelemmel is, amíg meg nem érintettelek. Azóta viszont már el tudom képzelni, és azért jöttem az aurórára, mert mindig csak te jártál az eszemben. Rólad ábrándoztam, magamban szüntelenül veled beszélgettem, és reméltem, hogy egy millió ilájjal találkozhatok majd itt. Glédia elhallgatott egy pillanatra, aztán összeszedte a gondolatait, és folytatta. De egyetlen egyel sem találkoztam. Kiderült, hogy az auróra a maga módján ugyanolyan pocsékhely, mint a szolária. Szoláriaiak nem értenek a szexhez. Gyűlölik és elfordulnak tőle. Annyira iszonyodnak a testiségtől, hogy képtelenek megtapasztalni a szerelmet. Az aurórán más a helyzet. Itt a szex unalmas. Az emberek minden ellenkezés nélkül elfogadják, hogy létezik, és olyan természetes élettani funkciónak számít, mint például a légzés. Az ember, ha kedve tartja, megérinti a másikat, és amennyiben egyik félnek sincs halaszthatatlan tehendője, már is szexuális kapcsolatba lépnek, és kiválasztják a mindkettőjük számára megfelelő módozatot. Úgy szeretkeznek, ahogy a levegőt veszik. A légzés sohasem extatikus élmény, legfeljebb a fulladozás utáni első egészséges lélegzetvételnél nyújt túláradó örömöt és megkönnyebbülést. De ismerik-e azok ezt az érzést, akik még sohasem küzdöttek a fulladás ellen? Itt mindenki kénytelen megismerkedni a szexsel. Tervszerűen oktatják az iskolákban, a gyerekek kötelező órákon sajátítják el az elméletet és a gyakorlatot. Az idősebbeknek segíteniük kell a fiatal kezdőket. Az aurórai engedélyezett ingyen szexnek ugyanúgy semmi köze a szerelemhez, ahogyan a szoláriai tiltott és szégyelnivaló testiségnek sincs. Mindkét bolygón kevés gyermek születik, és itt is, ott is hivatalosan kell kérelmezni az utódokat. Ha egy pár megkapja az engedét, unalmas és kellemetlen időszak következik a számokra. Ekkor szexuális érintkezésük kizárólag a gyermeknemzés céljait szolgálja. Ha a nő meghatározott időn belül nem esik teherbe, mesterséges megtermékenyítéshez folyamodnak. Idővel itt is bevezetik a szoláriai rendszert. Elterjed az ektogenezis, ami azt jelenti, hogy a megtermékenyítés és a magzati fejlődés a gyermek farmokon megy végbe, a szex pedig megmarad a társadalmi érintkezés mindennapos formájának, valamiféle játéknak, amelynek körülbelül ugyanannyi köze van a szerelemhez, mint például az űrpólónak. Nem tudtam átvenni az aurónaiak hozzáállását, iláj. Engem másra neveltek. Rémülten kezdeményeztem a szexuális érintkezést, és soha senki sem utasított el, de nem is volt komoly kapcsolatom. A férfiak elfogadták az ajánlatomat, de továbbra is ugyanolyan üres tekintettel néztek rám. Nem számítottam nekik semmit, csak egy voltam a sok közül. Hajlandók voltak közösülni velem, de semmi több. Megérintettem őket, de az érintés nem jelentett semmit. Ugyanolyan volt, mint annak idején a férjemmel. Megtanultam a szertartást, hagytam hadvezessenek, átadtam magam nekik, de az sem ért semmit. Még ahhoz sem kaptam kedvet, hogy maszturbáljak. Egyszer sem tért vissza az a gyönyör, amelyet a jelenlétetben éreztem, így aztán idővel feladtam a reményt. Dr. Fasztolf mindvégig barátként állt mellettem. Ő volt az egyetlen ember az aurórán, aki mindent tudott a szoláriai múltabbról. Legalábbis azt hiszem. Te is tudod, hogy nem hozták nyilvánosságra a történet részleteit, és abban a rettenetes hipervíziós műsorban sem szerepelt minden. Hallottam róla, de nem voltam hajlandó megnézni. Dr. Fasztolf megvédett az auróraiak érdektelenségétől és a minden szoláriainak kiáró megvetéstől. És a bánatomat is segített enyhíteni, mert egy idő után nagyon elkeseredtem. Nem, nem lettem a szeretőre, Felajálkoztam volna neki, de mire rászántam volna magam, addigra már éreztem, hogy sohasem fog visszatérni az a gyönyör, amely szétárad bennem, amikor hozzád értem. Már azt hittem, az emlékeim csalnak, és nem próbálkoztam tovább. Ezért nem ajánlkoztam fel neki, és ő sem próbált kezdeményezni. Nem tudom miért. Talán rájött, miért bánkódom. Látta, hogy nem találok örömet a szexben, és nem akarta, hogy az újabb kudarc még jobban elkeserítsen. Egyébként is jellemző rá az efféle tapintatosság. A lényeg az, hogy nem lettem a szeretője. Egyszerűen csak a barátom volt egy olyan időszakban, amikor mindennél nagyobb szükségem volt a barátságára. Hát ez a teljes válasz a kérdéseire, Iláj. Tudni akartad, milyen szálak fűznek dr. Fasztolfhoz, és én megadtam neked a kért információt. Most elégedett vagy? Béli igyekezett leplezni, mennyire nyomorultul érzi magát. Sajnálom, hogy ilyen nehéz volt a sorsod, Glédia. Valóban megadtál minden információt, amire szükségem volt. Sőt, talán többet is elárultál, mint gondolnád. Mit akarsz ezzel mondani? kérdezte Glédia a homlokát ráncolva. Béli nem válaszolt mindjárt a kérdésre. Glédia, örülök, hogy ilyen sokat jelentett neked a találkozásunk emléke. A szolárián meg se fordult a fejemben, hogy ekkora benyomást gyakoroltam rád, de ha tudom, akkor sem próbáltam volna. Ugye érted? Persze, Iláj, felelte a nő ellágyulva. Hiába is próbálkoztam volna, úgyse lettem volna képes rá. Tudom, és most sem veszem fel a ajánlkozásnak, hogy elmondtad. Egyetlen érintés volt az egész, egy pillanatnyi gyönyör. Maradjon is meg ennyinek. Nagyon valószínű, hogy az egyszeri és megismételhetetlen volt, és nem szabad elrontanunk azzal, hogy ostobán megpróbáljuk újra életre hívni. Ezért nem ajánlkozom fel neked. Neved személyes kudarcnak a tartózkodásomat. Egyébként... Egyébként... Ahogy említettem, talán többet árultál el az előbb, mint sejtetted. Ugyanis az is kiderült a szavaidból, hogy nem ért annyira rossz véget a történet. Miért mondod ezt? Amikor az érintés gyönyört emlegetted, valami olyas félét mondtál, hogy jóval később tudtad meg, hogy akkor nagyon-nagyon közel álltam az orgazmushoz. Aztán viszont azt kezdted magyarázni, hogy az auróraiakkal soha sikerült igazán a szeretkezés, és ez feltételezhetően azt jelenti, hogy orgazmusod sem volt. Pedig mégiscsak lennie kellett, ha később ráismertél a szorál ilyen tapasztalt érzésre. Ha nem sajátítottad volna el a szexuális örömet adó szeretkezés titkát, nem történhetett volna meg a felismerés? Vagyis mégiscsak volt szeretőt, mégiscsak megtudtad mi az igazi szerelem. Ha azt állítod, hogy dr. Fastolf nem a szeretőd, és sohasem volt az, kénytelen vagyok azt hinni, hogy egy másik férfi, egy igazi szerető is van, vagy volt az életedben. És ha igen, miért gondolod, hogy ez rá tartozik irány? Nem tudom, Glédia rám tartozik-e vagy sem. Mondd meg ki az, és ha csak ugyan kiderül, hogy semmi közöm a dologhoz, ígérem, egy percig sem faggatlak tovább. Glédia hallgatott. Ha nem válaszolsz, Glédia, nekem kell válaszolnom helyetted, mondta Béli. Mondtam már, hogy a mostani helyzetben nem lehetek tekintettel az érzelmeidre. Glédia továbbra sem szólalt meg. Úgy összeszorította az ajkát, hogy egészen elfehéredett a szája. Nyilvánvaló, hogy volt szerető Glédia, túlságosan is megviselt Jander elvesztése. Ezért küldtett ki dénjelt, mert annyira emlékeztetett Janderre, hogy még rá sem bírtál nézni. Ha tévedek, amikor azt mondom, hogy Jander pannel volt, egy pillanatra elhallgatott, majd édes hangon folytatta. Csak akkor szólj, ha a Jander Pannel nevezetű robot nem volt a szeretőt. Glédia suttogva válaszolt. Jander Pannel Robot nem volt a szeretőm. Aztán hangosan, jól érthetően hozzátette: A férjem volt. Béli ajkai hangtalanul mozogtak, pedig kétség kívül jól hallotta a négy szótagos mondatot. Igen, mondta Glédia Szent Józsefát, te egészen megdöbbentél. De miért? Helyteleníted a dolgot? Nem az én dolgom helyeselni vagy helyteleníteni felelte Béli tompán vagyis helyteleníted. Továbbra is csak gyűjtöm az információkat. Ma az auróra mi különböztet meg egy férfit a szeretőtől? Ha két ember bizonyos ideig egy fedél alatt él, esetenként férnek, illetve feleségnek, nem pedig szeretőknek tekintik egymást. Mennyi ez a bizonyos időtartam? Úgy tudtam, körzetenként eltérő. Mindenütt a helyi szokásoknak megfelelően állapítják meg. Eos városában három hónap. Ezen idő alatt a kollégák azt is megkövetelik egymástól, hogy kerüljék a másokkal való szexuális kapcsolatot. Glédia meglepettem felvonta a szemöldökét. Miért kérdezed? Csak úgy. A kizárólagosság elképzelhetetlen az aurórán. Férj vagy szerető, egyre megy. Mindenkinek csak az örömszerzés számít. És te örömet leltél a Janderral való együttlétben? Nem, de nem volt más választásom. Másoktól nem kaptál ajánlatot? De, néha igen. És elutasítottad őket? Bárkinek tudok nemet mondani, ha úgy tartja kedvem, nem válogatok. Tehát nemet mondtál? Nemet mondtam. És az ajánlkozók minden esetben tudták, miért utasítottad el őket? Hogyhogy? -hogy? Tudták, hogy robotférjed van? Férjem volt, ugyanúgy, mint bárki másnak. Ne hívd őt robot Ilyen szó összetétel nem létezik. Szóval tudták. Fogalmam sincs, tudták-e? Mondtad nekik? Miért kellett volna mondanom? Ne kérdésekkel felelj a kérdéseimre. Mondtad nekik, vagy nem? Nem. Hogy tudtad megkerülni a témát? Nem gondolod, hogy az lett volna a természetes, ha magyarázatot fűzöl az elutasításhoz? Senki sem szokott magyarázatot kérni. Mindenki belenyugszik az elutasításba. Nem értem, mit akarsz ezzel. Béli szünetet tartott, hogy összeszedhesse a gondolatait. Megállapította, hogy közte és Glédia között tulajdonképpen nincs komoly félreértés. Kezdte előről. A szolárián természetesnek számított, ha egy nő robothoz megy feleségül? A szolárián elképzelhetetlen lett volna, és nekem soha meg sem fordult a fejemben ez a lehetőség. Ott minden elképzelhetetlen, akárcsak a földön. A te feleséged hozzáment volna egy robothoz? Ez nem tartozik ide, Glédia. Lehet, hogy nem tartozik ide, de ezzel meg is adtad a választ. Nem vagyunk auróraiak, de most itt vagyunk, ezen a bolygón. Én két éve élek itt, és alkalmazkodom a helyi szokásokhoz. Vagyis azt állítod, hogy az aurórán mindennaposnak számít egy ember és egy robot szexuális kapcsolata? Nem tudom, csak annyit tudok, hogy elfogadják, ahogy elfogadják a szex valamennyi formáját. Mindent, ami önkéntes, kölcsönös kielégülést nyújt, és egyik félnek sem okoz fizikai ártalmat. Senki sem törődik azzal, hogy más vagy mások együtt, illetve külön-külön hogyan tudnak kielégülni. Csak rám tartozik, milyen könyvfilmeket olvasok, mit eszem, mikor alszom, mikor vagyok ébren, szeretem-e a macskákat, vagy utálom-e a rózsát. Az aurórán a szexel kapcsolatban is így gondolkodnak az emberek. Az aurórán igen, mondta Béli. Csak hogy te nem az aurórán születtél, és más nevelést kaptál. Az előbb még azt mondtad, hogy nem tudtad megszokni azt a közönyt, amelyel itt a szex iránt viselkednek, most pedig éppen ez dicsőíted. Nemrég fejtetted ki, mennyire undorodsz a poligámiától és a szabad szerelemtől. Talán azért nem magyaráztad meg, miért utasítottad vissza az ajánlatot, mert valahol a tudatod mélyén szégyeltet, hogy Jander a férjed. Tudhattad, vagy legalább gyaníthattad, feltételezhetted, hogy még itt az aurórán is szokatlan az ilyesmi, és szégyelted magad. Nem, Iláj, nem fogod bebeszélni nekem, hogy szégyeltem magam. Ha még az aurórán is ritkaság számba megy egy robotférj, ez azért van így, mert ritka az olyan robot, amilyen Jander volt. A szolárián és a Földön tervezett robotok képtelenek arra, hogy akár a legprimitívebb módon is szexuális kielégülést idézzenek elő egy embernél, és az aurórai robotok, Jander és Dénia kivételével, ugyancsak alkalmatlanok ilyen célra. Legfejebb masturbáció segédeszközként, mechanikus vibrátorként használhatók. Ha széles körben elterjednek az új emberformájú robotok, az ember és a robot közötti szexuális kapcsolat is bevett dolognak számít majd. – Mond Glédia, egyáltalán hogy kerül hozzád, Jander? – kérdezte Béli. – Hiszen csak két humanoid robot létezett, mindkettő dr. Fasthoff birtokán. – A doktor egyszerűen csak a rendelkezésedre bocsájtotta az egyiket, a teljes állomány felét? – Igen. – Miért? – Gondolom figyelmességből. Magányos voltam, és kiábrándult, nyomorult és idegen ezen az idegen bolygón. Azért adta nekem Jandert, hogy legyen valakim, és nem győzök hálálkodni neki ezért a gesztusért. Csak fél évig használtam az ajándékát, de az a fél év talán többet ért nekem, mint az egész elmúlt és hátralévő életem. Tudta Doktor Fasztolf, hogy Jander a férjed lett? Soha sem utalt rá, úgyhogy ez még nem derült ki. És te nem utaltál rá? Én nem, Miért nem? Nem láttam szükségét. Ne itt, hogy azért titkoltam, mert szégyeltem. Hogy történt a dolog? Milyen dolog? Azt kérdeztem, hogy lett Jander a férjed? Glédia megdermett. Miért kell erre is válaszolnom? kérdezte ellenségesen. Glédia, kifutunk az időből, nógatta őt Béli. Ne ellenkezz állandóan. Nagyon fáj neked, hogy Jander... Nincs többé. Még kérded? Meg akarod tudni, mi történt vele? Erre is tudnom kell a választ. Akkor segíts! Minden megszerezhető információra szükségem van, mert különben hozzá se tudok kezdeni egy ilyen megoldhatatlannak tűnő ügy kibogózásához. Tehát hogyan lett a férjed, Jander? Glédia hátradőlt a széken. Könyvbe lábadt a szeme. Eltolta maga elől a morzsákkal teli süteményes tálat, és elhaló hangon felelte. – ha közönséges robotok nem viselnek ruhát, mégis úgy néznek ki, mintha fellennének öltözve. A szolárián éltem, úgyhogy jól ismertem a robotokat, és némi művészi hajlam is volt bennem. Emlékszem a fény alakzataidra, jegyezte meg Béli halkam. Glédia hálásan bólontott. Elkészítettem néhány új ruha tervét. Szerintem stílusosabbak, érdekesebbek az aurórán viselteknél. A terveim alapján készült festményeim közül ennek a teremnek a falain is látsz néhányat. A többit is itt törzöm a házban. Béli a festményekre pillantott. Már érkezéskor megcsodálta őket. Nyilvánvaló volt, hogy robotokat ábrázolnak. A naturalista stílus jegyeit viselték, de az alakok túlságosan hosszúkásak, a görbületek pedig természetellenesnek tűntek. A nyomozó csak most jött rá, hogy Glédia a torzításokkal, igen ügyesen, azokat a testrészeket emelte ki, amelyeket ruha fedett. Béli végignézett egyszer egy könyvfilmet a középkor viktoriánus Angliájáról. Ezek az ábrázolások a filmen szereplő szolgák öltözékét juttatták az eszébe. Vajon Glédia látott már ilyen régi ruhákat, vagy csak a véletlennek köszönhető a hasonlóság? Valószínűleg nem lényeges, mi a válasz erre a kérdésre, de a tényt azért talán nem árt megjegyezni, gondolta Béli. Először azt hitte, Glédia azért vette körül magát robotokat ábrázoló képekkel, hogy ez is a szoláriai múltjára emlékeztesse. A nő azt mondta ugyan, hogy gyűlölte az ottani életet, de Béli ezt csak védekező mechanizmusnak fogta fel, hiszen Glédiának mégiscsak a szolária volt az otthona, és nyilván nehezen fog megszabadulni a homvágytól, ha meg tud tőle szabadulni egyáltalán. Lehet, hogy ez is ott van azokon a képeken, bár Glédia új elfoglaltsága hihetőbben magyarázza a festési kényszert. Sikerem volt, néhány nagy robotgyártó cég igen jól fizetett a terveimért, és sok már meglévő robotot alakították át az elképzeléseim alapján. Ez bizony sikerélményt adott, és segített elviselnem az életemben tátongó érzelmi űrt. Jander természetesen közönséges ruhát viselt, amikor dr. Fastolf nekem adta – a drága doktor nagyon kedvesen néhány Janderre szabott tartalékköltözéket is a rendelkezésemre bocsátott. Csak hogy ezek mind roppant unalmasak voltak, és ez arra indított, hogy vásároljak néhány megfelelő ruhát. Ehhez pontos méretet kellett vennem Janderről, mert rendelésre akartam elkészíttetni az általam tervezett darabokat. Megkértem tehát, hogy egyenként vesse le a ruháit. Megtette. Amikor teljesen mesztelen volt, egyszerre rádöbbentem, mennyire emberi a teste. Nem hiányzott semmilyen. És az a szerve, amely egy férfinak abban a helyzetben felállt volna, neki is felállt. Nála is működött az, amit az emberi lényeknél tudatos szabályozásnak neveznek. Parancsra tudott merevedni és ellazulni. Ezt ő maga mondta nekem, amikor megkérdeztem tőle, mit tud a pénisze. Kíváncsi voltam, ő pedig bemutatta. Valamit meg kell értened. Hiába volt Jander külseje, nagyon is emberi, én tudtam, hogy csak egy robot. Mindig vonakodva érintettem meg a férfiakat, és biztos vagyok benne, hogy emiatt nem tudom velük élvezni a szexet. De Jander nem ember volt. A robotokat pedig megszoktam már, hiszen egész eddigi életemet közöttük éltem le. Jandert viszhojgás nélkül meg tudtam érinteni. Hamar rájöttem, hogy élvezetet szerez nekem, ha megérinthetem, és ezt Jander is rögtön felismerte. Finom szerkezet volt, és mindig gondosan ügyelt arra, hogy betartsa a három törvényt. Azzal, hogy nem szerez nekem örömet, holott megtehetni, csalódást okozott volna. Ha csalódtam benne, akkor bizonyos értelemben ártott nekem, már pedig ő nagyon jól tudta, hogy nem szabad ártani a emberi lénynek. Így aztán végtelen odaadással próbált nekem örömet szerezni. Mivel láttam benne az eltökéltséget, amit minden aurórai férpivól hiányoltam, vele minden korábbinál jobban élveztem a dolgot, és azt hiszem, végül a teljes orgazmusig is eljutottam. – Tökéletesen boldog voltál? – kérdezte Béli. – Janderral? – Hát persze, tökéletesen. – Sohasem veszekedtetek? – Vele? – Hogyan is veszekedhettünk volna, hisz az volt az egyetlen élet célja, hogy eleget tegyen a kívánságaimnak és nem zavart, hogy tulajdonképpen minden csak kényszerből tesz? Végül is így vagy úgy, mindig mindenki kényszerből cselekszik. És miután megtanultad, hogyan juthatsz el az orgazmusig, sohasem vágytál arra, hogy az aurórai emberekkel is megpróbáld ugyanezt? Egyetlen férfi sem tudta volna teljes értékűen helyettesíteni Jandert. Én csak is őt akartam. Most már fel tudod fogni mekkora veszteségért? – Béli szomorúság a búskomorságba csapott át. Megértelek, Glédia. Kérlek, bocsáss meg. Ha fájdalmat okoztam neked, azért volt, mert eleinte nem tudtam átérezni a helyzetedet. Glédia sírt, Béli pedig hallgatott. Nem tudott többet mondani, fogalma sem volt arról, hogyan nyugtathatná meg a nőt. Végül Glédia megrázta a fejét, és kész fejével letörölte a könnyeit. – Van még valami mondani valód? – suttogta. Feltennék még egy-két kérdést egy másik témáról, aztán nem is tovább. Felelte Béli bocsánat kérően, majd óvatosan hozzátette. Legalábbis egyelőre nem. Glédia nagyon kimerültnek látszott. – Mire vagy kíváncsi? – kérdezte. – Tudod, hogy vannak, akik dr. Fasztófot vádolják Jander meggyilkolásával? – Igen. – És tudod, mit mond Fasztóf? Az, hogy csak ő követhetett volna el egy ilyen gyilkosságot, mert senki másnak nincs meg hozzá a szükséges szakmai tudása. Igen, ezt velem is közölte a drága doktor. És te, Glédia, nem gondolod, hogy doktor Fasztolf ölte meg Jandert? A nő hirtelen felkapta a fejét. Szúrós pillantást vetett Bélire, és dühösen felelte. Persze, hogy nem. Miért ölte volna meg? Jander az ő robotja volt, és ő kitüntető figyelemmel bánt vele. Én jobban ismerem a drága doktort, mint te, Iláj. Finom ember, senki emberfiának nem tudna ártani, még egy robotnak sem. Lehetetlen, hogy ő a tettes. Legalább annyira lehetetlen, mint hogy egy levegőben elengedett súlyos tárgy felfelé kezdje repülni, ahelyett, hogy leesne. Nincs több kérdésem, Glédia. És pillanatnyilag egyetlen teendőm van már csak itt a háznál. Engedelmed, de szeretném megtekinteni Jandert, vagyis azt, ami megmaradt belőle. Glédia megint volna, és ellenségesen reagált. – Miért? Miért? – Glédia, kérlek, nem hiszem, hogy van értelme, de akkor is látnom kell, hogy megbizonyosodjak a helyszíni szemle feleslegességéről. Megpróbálok majd úgy viselkedni, hogy semmivel sem bántsalak meg. Glédia felállt. Köntős gyanán csak egy egészen egyszerű szabású, testhessi murón lepletöltött, amely nem fekete volt, mint a földlakók gyászruhája, hanem fénytelen, szürke anyagból készült. Béli, aki egyébként nem értett az öltözködéshez, megállapította, hogy a köntös tökéletesen kifejezi a gyász hangulatot. – Gyere velem! – rebegte Glédia. Béli tompa fényjel derengő falakat látott, sivár termek hosszú során át baktatott Glédia nyomában. Egyszer vagy kétszer mozgást észlelt, nyilván a robotok tértek ki az útjukból, hiszen parancsba kapták, hogy ne zavarják az úrnőt és vendégét. A termek után egy előtér következett, ahonnan rövid lépcső vezetett le egy kisebb helyiségbe. A szoba egyik falán nagy, reflektorszerű világító testet helyeztek el. A szegényes berendezés egy tábori ágyból és egy székből állt. Ez volt a szobája, Mondta Glédia, aztán, mintha sejtette volna, mit akar kérdezni Béli, így folytatta. Másra nem volt szüksége. Igyekeztem minél több szabadidőt biztosítani neki. Sokszor egész nap egyedül lehetett. Nem akartam ráunni. Megrázta a fejét. Most viszont már bánom, hogy nem töltöttem vele a nap minden másodpercét. Nem tudtam, hogy ennyire rövid az időnk. Itt van. Jander teteme a tábori ágyon hevert. Béli komor arccal vizsgálódott. A robot testét sima, fényes anyaggal takarták le. A falból áradó fény megvilágította Jander ránctalan, már-már földön túl ilyen békés arcát. A robot tágra nyílt, homályos, fénytelen szemmel feküdt az ágyon. Csak ugyan nagyon hasonlított Dénierre, és Béli rögtön megértette, miért zavarja Glédiát, Déniel társasága. A halott lepel alól kilátszott Jander fedetlen nyaka és válla. Doktor Fáztov megvizsgálta már? kérdezte Béli. Igen, méghozzá nagyon alaposan. Kétségbeesés ember, rögtön ide hívtam őt. Ha láttad volna, hogy rohant, mennyire aggódott, aztán milyen szörnyű fájdalmat érzett, és mennyire pánikba esett, sohasem jutne eszedbe őt gyanúsítani egy gyilkossággal. Amikor ideért már nem tehetett semmit Jander életéért. Jander most mesztelem? Igen, doktor Fáztovnak. A vizsgálathoz minden ruhát le kellett húznia róla, aztán pedig már nem lett volna értelme újra felöltöztetni. – Glédia, megengedett, hogy levegyem róla a takarót? – Feltétlenül szükséges? – Nem szeretném, ha a szememre vetnék, hogy valamilyen fontos tény elkerülte a figyelmemet. – Gondolod, találhatsz még olyasmit, amit dr. Fasztóf nem vett észre? – nem gondolom, Glédia, de meg kell bizonyosodnom arról, hogy tényleg nincs ott semmi lényeges. Légy szíves, ne akadályozd a munkámat. Jó, akkor csinál csak, de nagyon kérlek, ha végeztél, pontosan ugyanígy tedd vissza a takarót. Glídia hátat fordított, bal karjával a falnak támaszkodott, és homlokát a kész fejére hajtotta. Néma maradt, meg sem moccant, de Béli tudta, hogy megint elsírta magát. Jander teste azért nem volt az emberi test tökéletes mása. Izomzata egyszerűbbnek, elnagyoltabbnak tűnt, de egyetlen emberi testrésze sem hiányzott. Megvoltak a melbimbók, a köldök, a pénisz, a herék, a szemérem szőrzet és minden egyéb. Még a melkast is gyér, világos szőrzet borította. Vajon hány napja ölték meg Jendert? Béli csak most döbbent rá, hogy nem tudja a büntény elkövetésének pontos idejét. Nyilván az ő aurórára való elindulását megelőzően történt. Azóta legalább egy hét eltelt, de sem látható jel, sem jellegzetes szag nem utalta arra, hogy a tetten bomlani kezdett volna. Ez is egyértelműen jelzi az ember és a robot közti különbséget. Béli rövid tétovázás után egyik kezét Jan válla, a másikat pedig a csípője alatt csúsztatta és átölelte a robotot. Glédiától nem akart segítséget kérni, biztosan nem kapta volna meg, Neki gyűrközött, és némi nehézségek árán sikerült hasra fordítania a tehetetlen testet. Az ágy megnyikordult. Glédia nyilván tudta, mi történik a háta mögött, mégsem fordult meg. Nem ajánlotta fel a segítségét, de nem is tiltakozott. Béli visszahúzta a karját, melegnek érezte Jander testét. Feltehetőleg az agyműködés leállása után a tápegység továbbra is el tudta látni egyszerű hőmérséklet szabályzó funkcióját. Béli feszesnek és ruganyosnak tapintotta az izmokat. Valószínűleg nem lépett fel az a tünet, amelyet az embernél hullamerepségnek neveznek. Az egyik kar tehetetlenül lelógott a fekhelyről, és ettől a robotetem egészen olyan benyomást keltett, mint az emberi holtest. Béli finoman meglökte Jander karját, és erre az enyhén himbálódni kezdett, majd megállt. Ezután a nyomozó behajlította a robot térdét, és tanulmányozni kezdte előbb az egyik lábát, majd a másikat. Jander ülepe ugyanolyan formájú volt, mint egy emberi, még a végbél sem hiányzott. Béli nem tudta leküzdeni a viszolygását. Mindvégig az volt az érzése, hogy illetéktelenül zaklat egy élő embert, hiszen egy igazi holtest hidegsége és merevsége már megfosztotta volna emberi mi egy robot tetem sokkal emberibb, mint egy emberi holtest, állapította meg magában Béli elszörnyedve. Megint felnyalábolta és megfordította Jandert. Legjobb tudása szerint lesimította a leplet, aztán a takarót is visszaterítette, és ügyelte arra, hogy ne maradjon rajta gyűrődés. Aztán hátra lépett, és elégedetten nyugtázta, hogy minden tőle telhetőt megtett az eredeti állapot visszaállítása érdekében, amely többé-kevésbé sikerült is. Végeztem, Glédia, jelentette. Glédia megfordult, könnyes szemmel Janderra nézett, és megkérdezte: Akkor mehetünk? Természetesen mehetünk, de. De? Így akarod őt őrizni? Gondolom, nem fog elrohadni a teste. Baj lenne, ha így akarnám őrizni? Bizonyos szempontból igen. Össze kell szedned magad. Nem gyászolhatsz három évszázadon keresztül. El kell fogadnod, hogy Jander nincs többé. Béli maga is üres bölcselkedésnek tartotta ezeket a mondatokat. Hogyan is hathattak volna akkor Glédiára? Tudom, hogy jót akarsz nekem, iláj. Külön megkértek, hogy így őrizzem Jander testét, amíg le nem zárul a vizsgálat. Azután a kérésemre elhamvasztják a tetemet. Elhamvasztják? Plazmafákjával alkotó elemeire bontják, ahogy az emberi holtesteket szokás. Csak hologramok maradnak utánok, meg az emlékei. Elégedett vagy? Természetesen, de most már vissza kell mennem dr. Fasztorf házába. Menj csak. Elárult valamit Jander testének a vizsgálata? Nem vártam eredményt a vizsgálattól. Glédia egyenesen Béli szemébe nézett. Iláj, azt akarom, hogy találd meg a gyilkost, és derítsd ki, miért tette. Tudnom kell. De Glédia, a nő hevesen rázta a fejét, mintha így akarna elhárítani minden nem kívánatos gondolatot. – Én tudom, hogy képes vagy rá. Megint Fasztolf Béli Glédia házából kilépett a külvilági alkonyatba. Arra fordult, amerre a nyugati horizontot sejtette, és az almazöld égbolt vöröslő felhői mögött meglátta az auroras karlátvörös napját. Szent Józafát motyogta. Az aurora légköre sűrűbb, a napja pedig narancsszínűbb, mint a földé, és napnyugtakor különösen jól érzékelhető a különbség. Déniel Béli mögött lépkedett, Zsiszkár szokás szerint messze előtte. Béniel Déniel hangját hallotta a fülében. – Jól vagy, Iláj kollégám? – Egészen jól, Déniel, felelte Béli önelégülten. – Elboldogulok már itt a külvilágban is, még a naplementét is tudom élvezni. – Mindig ilyen gyönyörű? Déniel közönösen nézte a legnyugvó napot. – Igen, de most már siessünk dr. Fasztóf házához. Az évnek ebben a szakaszában a szürkület nem tart sokáig, illáj kollégám, és jó lenne, ha még világosban odaérnénk. Részemről készen állok, induljunk. Béli arra gondolt, talán mégiscsak jobb lenne megvárni, amíg besötétedik. Bizonyára hátrányt jelentene, hogy sötét úton kell botorkálnia, ugyanakkor a sötétség az zártság illúzióját kelti. A nyomozó egyáltalán nem volt biztos abban, hogy sokáig tart még az az eufória, amely a gyönyörű naplemente láttán ébred benne. Persze a robotok előtt a világért sem ismerte volna be gyávaságát. Zsiszkárt neztelenül odalépett hozzá és megkérdezte. – Szívesebben várna még az indulással, uram? Inkább sötétben szeretne gyalogolni? Nekünk egyre megy, Béli ekkor arra lett figyelmes, hogy távolabb, minden irányban újabb robotok tünedeznek fel. Vajon Glédia bízta meg testőri feladatokkal a robotjait, vagy Fasztorf küldte ki az övéit? Ez minden esetre megint csak arra utalt, mennyire vigyáznak rá. Béli továbbra is makacsultagadta gyengeségét. Most indulunk, jelentette ki, és fürgeléptekkel elindult Fasztorf háza felé, amely már elő is bukkant a távoli fák közül. Tulajdonképpen hiába vannak ott vele a robotok. Ha belegondolna, hogy a bolygó legkülső héján jár, és a levegő rétegen kívül semmi sincs közte és a világűr között, így és úgy is pánikba esne, ezért inkább igyekezni fog nem belegondolni. Talán azért remegett az álkapcsa, és azért vacogtak a fogai, mert örült, hogy sikerült megszabadulni a félelmétől. De az is lehet, hogy csak a hideg esti szél volt az oka. Tény, hogy még a karja is lúdbőrös lett. Nos, nem a külvilág okozta a didergést. Valami más. Mennyire jól ismered Jandert? kérdezte Béli Dénieltől, és megpróbálta ellazítani görcsbe ránduló állkapcsát. Folyamatosan együtt voltunk az összeszereléstől kezdve, egészen addig, míg el nem került Miss Glédia házához, felelte Déniel. Soha zavart hogy Jander annyira hasonlít rád? Nem, Iláj kollégám, mi meg tudtuk különböztetni egymást, és dr. Fasztolf sem tévesztett össze minket soha. Önálló egyéniségek voltunk. – És te is meg tudtad különböztetni őket egymástól, Zsizkát? – kérdezte Béli. – Daniel és Zsizkát közelebb araszoltak hozzá, valószínűleg azért, mert a többi robot átvette tőlük a látóhatár kémlelésének feladatát. Egyetlen olyan alkalomra sem emlékszem, amikor jelentősége lett volna annak, hogy melyikünk kicsoda, felelte Zsiszkár. És ha adódott volna ilyen alkalom, akkor meg tudtam volna különböztetni őket. Mi a véleményed Jan-derről, Déniel? kérdezte Béli. Hogy mi a véleményem? Melyik tulajdonságáról akarsz hallani, iláj kollégám? érdeklődött Déniel. Például jól végezte a munkáját. Természetesen igaz. Minden szempontból megfelelt? Tudomásom szerint igen. És neked, Zsizkár, neked mi a véleményed? Én soha nem álltam annyira közel Janderhez, mint Déniel barátunk, így nem is lenne helyes véleményt nyilvánítanom. Annyit mondhatok, hogy tudtommal dr. Fasztov mindig elégedett volt Jander barátunkkal, pontosan ugyanúgy, ahogy Déniel barátunkkal. Mind a mellett nem hiszem, hogy képességeim alapján jogomban állna bizonyosat állítanom e féle kérdésekben, szögezte le ziszkát. No, és azt követően, hogy Jander elkerült Miss Glédia házához, nem is találkoztál már vele? kérdezte Béli déniel Nem, ilály kollégám, Miss Glédia bent alkalmazta Jandert a házban. Tudomásom szerint sohasem hozta magával, amikor látogatóba jött dr. Fasztolfhoz. Akkor se találkoztam Jander barátunkkal, amikor én kísértem dr. Fasztófot Miss Glédiához. Bélit ez meglepte egy kicsit. Zsizkárhoz fordult, hogy neki is feltegye ugyanezt a kérdést, de pillanatnyi tétovázás után egy várándítással elhessen tette magától a gondolatot. Eddig sem kapott értékelhető válaszokat, és megállapította, hogy dr. Fasztolfnak igaza volt, amikor figyelmeztette. A robotoknál semmire sem megy a kereszt kérdéseivel. Tudatosan semmi olyat nem mondanak ki, amivel árthatnak egy emberi lénynek, és hiába is zaklatná őket, hiába próbálkozna hízelkedéssel vagy megvesztegetéssel, az sem vezetne eredményre. Nem hazudnának ugyan a szemébe, de azért az illedelmesség határain belül makacsul hangoztatnák tovább használhatatlan válaszaikat. És talán ez már nem is számított. Fasztóf házának a bejárata elé értek. Béli érezte, hogy szaporában veszi a levegőt, s remélte, hogy valóban csak a hideg szél remeg meg a karja és az alsó ajka. A nap lebukott már a horizont mögött, csak néhány csillag látszott. A sötétedő égbolt olyan különös, zöldes bíbor szint öltött, mint a vér bőr. Béli belépett a meleg, világos falak közé, és végre biztonságban érezte magát. – Nem maradt el sokáig, Mr. Béli – mondta Fasztolf. – Gyümölcsöző megbeszélést folytatott Glédiával? – Igen, Doktor Fasztov, az sem lehetetlen, hogy már is a kezemben tartom a rejték kulcsát – Fasztolf illedelmesen elmosolyodott, de arc kifejezése sem meglepetést, sem lelkesedést, sem pedig hitetlenkedést nem árult el. Bevezette Bélit egy nyilvánvalóan étkezőnek használt helyiségbe, ez azonban kisebb és barátságosabb volt, mint az, amelyikben korábban ebédeltek. – Ön és én, kedves Bélim – mondta Fasztolf kellemes hangon – most kettesben szépen megvacsorázunk, négy szem közt. Még a robotokat is kiküldjük, ha kívánja a bűntényről pedig csak akkor fogunk beszélni, ha ön feltétlenül ragaszkodik hozzá. Béli nem válaszolt, döbbenten bámulta a vibráló zöld színben játszó foszforeszkáló falakat. A fény és színhatások állandóan változtak, mintha erre is arra is sötét -zöld pálmalevelek és remegő árnyékok integettek volna. Olyan volt a szoba, mint egy jól megvilágított barlang egy sekély tengerőből alján. A hatás, legalábbis Béli számára szédítő volt. Fasztófnak nem esett nehezére megérteni Béli arc kifejezését. Meg kell hagyni, nem könnyű hozzászokni ehhez a stílushoz. Zsiszkár, csökkensd a falvilágítás fényerejét. Köszönöm. Béli fellélegzett. Én köszönöm, doktor Fasztóf. Megengedi, hogy ellátogassak a bizalmasba? Hogyne. Béli tétovázott egy darabig, majd megkérdezte nem tudná esetleg tökéletesen normálisnak fogja találni Mr. Béli. Nyugtatta meg őt Fasztolf és felnevetett. Nem lesz rá panasza. Béli udvariasan meghajtotta a fejét. Nagyon köszönöm. Az elviselhetetlen fantázia dekoráció nélkül a bizalmas tökéletesen megfelelt a célnak, de kényelmesebbnek és vendégmarasztalóbbnak bizonyult, mint azok, amelyeket Béli korábban látott. Persze a földi, szigorúan egyszemélyes fülkékből álló illemhelyek azért egészen mások voltak. Ez itt egyszerűen ragyogott a tisztaságtól. Meg lehet, minden használat után lehántották róla a külső molekularéteget, hogy újat vonjanak a helyébe. Béli homályosan érezte, hogy ha még sokáig az aurórán marad, nehéz lesz visszaszoknia a sűrűbben lakott föld mostohább higiéniai viszonyaihoz. A földiek valamiféle távoli hódulattal adóztak a tisztaság eszményének, melyet azonban saját bolygójukon megvalósíthatatlannak tartottak. Béli csak állt a makulátlan, a ragyogó arany és elefántcsont eszközök között, bár kétségtelen, hogy egyik sem készült valódi aranyból vagy elefántcsontból, és egyszer csak rádöbbent, mennyire írtózik a földlakók baktérium terjesztő gondatlanságától, Idegesen össze is rezzent, mikor belegondolt, milyen rengeteg kórokozó nyüzsök szülő bolygóján. Bizonyára ezt érzik az űrlakók is, amikor földiekkel kerülnek kapcsolatba, és nem is lehet őket hibáztatni érte. Alaposan megmosta a kezét, és közben a szabályzó gombokkal babrált, hogy beállítsa a megfelelő vízhőmérsékletet. Ezek az auróraiak, gondolta, feleslegesen rikító belső dekorációt használnak, és folyton folyvást azt színlelik, hogy a természetben élnek, holott réges-rég leigázták, és saját igényeikhez igazították a természetet. Vagy lehet, hogy mindez csak fasztófról mondható el? Végül is Glédia házának berendezése mértéktartóbb ízlésre vallott, de talán csak azért, mert ő még a szolárián nőtt fel. A vacsora zavartalan élvezetet nyújtott. Bélinek most is, akárcsak az ebédnél, az a határozott benyomása támadt, hogy ismét közelebb került egy lépéssel a természethez. A különféle, kis adagban tálalt fogások nyilvánvalóan egytől egyik állati vagy növényi eredetű alapanyagokból készültek. Béli az apróbb kellemetlenségeket, a nagy ritkán talált csondarabkákat, porcogókat, rostokat az étkezés egy-egy kalandos fordulatának fogta fel, holott nem sokkal korábban még kifejezetten undorodott ezektől. Első fogásként apró halat tálaltak fel, amelyet minden zsigerével és belsőségével együtt illet bekapni. Béli ezt a műveletet is mindjárt a nagybetűs természet tüntető elfogadásának érezte, de azért Fasztolf példáján felbuzdulva a szájába vette a halacskát. Amint megkóstolta, rögtön megváltozott a véleménye. Annyira intenzív volt az élmény, mintha azelőtt soha nem is lettek volna ízlelő a nyelvén. Mindegyik fogásnak más volt az íze, némelyiknek kifejezetten furcsa és nem is egyértelműen kellemes – de Béli közben rájött, hogy nem is ez a lényeg. Sokkal inkább az étkezési folyamat egésze, a jól elkülöníthető, egymástól markánsan eltérő ízek megtapasztalásának izgalma. A tökéletesebb élvezet érdekében Fasztov tanácsára Iláj két fogás között mindig kortyolt az enyhén ízesített vízből. Habzsulás helyett Béli megpróbált minden ideg az ételre koncentrálni. Igyekezett jól megfigyelni és utánozni Fasztov mozdulatait, és közben úgy tett, mintha nem venné észre azokat a szeretetteljes pillantásokat, amelyek azt is elárulták, hogy vendéglátója igen jól elszórakozik rajta. Remélem, ez a vacsora megfelel az ízlésének, szólalt meg egyszer csak Fasztov. Egész jó felelt Béli tele szájjal a világért se el az élvezetet felesleges udvariaskodással. Ne egyen meg semmi olyasmit, amit nagyon furcsának vagy ehetetlennek gondolt. Viszont szívesen hozatok még abból, ami íz lett. Nem kell ezzel fáradnia, a doktor Fasztov. Nagyon elégedett vagyok mindennel. Akkor jó. Bár Fasztov felajánlotta, hogy elkülde a robotokat, mégis egy robot szolgálta fel az ételt. Béli úgy gondolta, nem érdemes szóba hoznia a dolgot. Fasztolf nyilván annyira hozzászokott már a robotok jelenlétéhez, hogy észre sem vett semmit. A felszolgáló a várakozásnak megfelelően meg sem ukkant, és hibátlanul végezte a dolgát. Takaros inas ruhája a hipervíziós történelmi drámák jelmezeire emlékeztette a nyomozót. Csak közvetlen közelről látszott, hogy kizárólag a fényhatások keltették azt az illúziót, és valójában a robot testére egy csak nem teljesen sima fémlemezt szereltek. – Ennek a robotnak is Glédia tervezte a borítását? – érdeklődött Béli. – Igen – felelte Fasztolf, és látomást örült az észrevételnek. – Jól fog esni neki, ha megtudja, hogy ön ráismert a keze munkájára. – Ügyes, nem de? – Egyre jobban megkedvelik itt a munkáit. Hasznos tagja lett az aurórai társadalomnak. Vacsora közben kellemesen elbeszélgettek, de semmi fontos témát nem érintettek. Béli nem sietett a tárgyra térni, sőt, szívesebben hallgatta társát, míg ő maga élvezte az evés örömeit, és hagyta, hogy tudatalattija, ha nevezhetjük így azt a valamit, ami ilyenkor átveszi az irányítást, döntsön a Jander ügy megközelítési módjáról. Aztán végül Fasztov maga oldotta meg a problémát, amikor azt mondta: Most, hogy szóba hozta Glédiát, Mr. Béli, hadd kérdezzem meg, mi az oka annak, hogy mielőtt elindult hozzá, szinte búskomor volt, de annál derülátóbban tért vissza. Sőt, azt mondta nekem, hogy talán az egész ügy kulcsát a kezében tartja. Rájött közben valamire? Netán tett valami meglepő felfedezést? Úgy bizony, Felelte Béli szórakozottan, mivel épp a desszerttel volt elfoglalva, amelyről nem tudta megállapítani, hogy micsoda. A pincér elértette Béli sóvár pillantását, és már a második kisedagot is letette a vendég elé. Béli telehette magát. Soha életében nem szerzett számára ekkora élvezetet az étkezés, és először kezdett neheztelni magára azért, hogy egyszer ezt is kénytelen abba hagyni. Persze, rögtön el is szégyelte magát, amiért megfordult a fejében ez a gondolat. És mi az az új és meglepő dolog, amit felfedezett? Kérdezte Fasztov türelmesen. Nyilván olyas valami, amiről én nem tudok. Talán olyas valami. Glédia elmondta, hogy körülbelül fél évvel ezelőtt éppen öntől kapta Jandert. Fasztov bólintott. Ennyit én is tudok, csak ugyan én adtam neki. Miért? kérdezte Béli váratlanul éles hangon. Fasztov barátságos arc kifejezése lassan lehervadt. – Miért ne adhattam volna neki? – kérdezett vissza. – Nem tudom, doktor Fasztov, és nem is ezt kérdeztem. Azt kérdeztem, miért? Fasztov megcsóválta a fejét, és nem szólt semmit. – Doktor Fasztov, én azért vagyok itt, hogy rendet teremtsek ebben az iszonyú zűrzavarban. Magyarázta Béli. Mindez ideig ön semmi olyat nem tett, amivel megkönnyítette volna a dolgomat. Nekem sokkal inkább úgy tűnt, örömét leli abban, hogy rádöbbent a helyzet bonyolultságára, és romba dönti minden olyan épkézláb feltevésemet, amely közelebb vihetett volna a megoldáshoz. Nem másoktól várom a feleletet a saját magam számára feltett kérdésekre. Erre semmiféle hivatalos engedély nem jogosít fel ezen a bolygón arról pedig szó sem lehet, hogy bárkitől kierőszakoljam a választ. Az ön esetében viszont másképp áll a dolog. A kérésére jöttem ide, az ön karrierjét próbálom megmenteni a sajátommal együtt. Sőt, amint a szavaiből kiderült, az auróra és a föld sorsa is a kezemben van. Ezért elvárom, hogy őszinte és kimerítő válaszokat adjon a kérdéseimre. Ne terelje zsákutcába a nyomozást azzal, hogy visszakérdez a miért kérdésre. Tehát még egyszer és utoljára. Miért? Fasztóf lebigyezte tajakkal, komoran válaszolt. Bocsásson meg, Mr. Béli, ha haboztam, csak azért tettem, mert ha visszagondolok, semmi különös okom nem volt rá. Glédia Delmar, vagy inkább csak Glédiát mondok, mert nem szereti, ha a vezeték nevét emlegetik, idegen ezen a bolygón. Mint tudja, megrázó élményei voltak otthon, s talán még nem is tudja, hogy itt is. De tudom, Kérem, térjen a tárgyra. Egy szóval megsajnáltam Glédiát. Nagyon egyedül volt, és úgy gondoltam, nem érzi majd magát annyira magányosnak, ha Jander mindig ott lesz mellette. Szóval megszánta. Azt állítja, ennyi volt az egész. Mondja, Glédia a szeretője? Vagy az volt? Nem, szó sincs róla. Én nem tettem neki ajánlatot, és ő se nekem. Miért? Ő azt mondta önnek, hogy a szeretőm? Nem, de nekem minden esetben egymástól független, egybehangzó közlésekre van szükségem. Majd szólok, ha a vallomások ellentmondásba kerülnek. Önnek nem kell ezzel törődnie. Hogy lehet az, hogy miközben ön ennyire együtt érez vele, és ő is nagyon hálás önnek, ezt tőle tudom, mégsem tettek ajánlatot egymásnak. Úgy tudom, az auróraiak olyan hanyag egyszerűséggel vetik fel a szexuális kapcsolat létesítésének a gondolatát, mintha csak az időjárásról beszélgetnének. Fasztóf rosszalóan ráncolta a homlokát. Ön nem tud erről semmit, Mr. Béli. Ne a saját világa mércéjével ítéljen. A szexnek valóban nincs nagy jelentősége a számunkra, de arra azért ügyelünk, hogy a megfelelő személynek a megfelelő időben és módon tegyünk ajánlatot. Ön talán észre sem vette még, hogy soha senki nem tesz felelőtlen ajánlatokat. Glédia még nem szokott hozzá az aurórai életformához. A szolárián szexuális csalódások érték, és ennek köszönhetően kezdetben túl könnyen, vagy inkább túl elkeseredetten tette meg itt az ajánlatait. Így aztán nem is olyan meglepő, hogy nem élvezte ezeket a kapcsolatokat. Ön nem próbált meg ezen segíteni? Azzal, hogy felajálkozom neki? Neki nem rám van szüksége, és ha már itt tartunk, számomra sem ő lenne az ideális partner. Egyszerűen csak sajnáltam őt. Glédiát kedvelem, tisztelem a művészi tehetségét. Azt akarom, hogy boldog legyen. Bizonyára egyetért velem abban, Mr. Béli, hogy két ember egymás iránt vonzódása nem feltétlenül a nemi ösztönön alapul. Tisztességes emberi érzelmek is léteznek. Ön még nem érzett együtt senkivel? Nem próbált másnak segíteni, csak mert örömet szerzett önnek, hogy megszabadíthassa őt a kínjaitól? Nem tudom, miféle bolygó az a föld, ha a lakói nem ismerik ezt az érzést. Teljesen igaza van, Doktor Fasztov, felelte Béli. Nem is kérdőjelezem meg, hogy önt a legnemesebb emberi érzelmek vezették, de kérem, legyen elnéző velem. Amikor először kérdeztem, miért adta Jander Glédiának, nem árult el azt, amiről most olyan felháborodva beszámolt. Először kitérő választ kaptam öntől. Habozott, hogy időt nyerjen, amiért ne kérdéssel. Feltételezem, hogy végül igazat mondott. Akkor viszont nem értem, először miért jött zavarba. Milyen válasz jutott eszébe, ami kezdetben nem akart elmondani? Nézze el nekem, hogy makacskodom, de tudnom kell. Biztosíthatom, nem személyes kíváncsiság hajt. Ha annak az információnak, amelyet öntől kapok, nem tudom használt venni ebben a sajnálatos ügyben, akkor minden szava kárba vész. Fasztov halkan válaszolt. Egész őszintén mondom, nem tudom, miért nem válaszoltam rögtön a kérdésére. Talán olyas valamivel lepett meg, amivel nem akarok szembenézni. Hadd gondolkodja, Mr. Béli. Némán ültek az asztalnál. A pincérobot közben összeszedte a piszkos edényeket, és elhagyta a szobát. Daniel és Giscard nem voltak jelen, ők valószínűleg a házat őrizték. Béli és Fastolf végre egyedül maradt egyetlen robot sem tartózkodott a helyiségbe. Nem tudom, mit kellene elmondanom önnek, folytatta végül Fasztov, de azért elmesélek valamit. Hadugórjak vissza néhány évtizedet az időben. Talán tudja, hogy van két lányom, két különböző asszonytól. Jobban szeretett volna inkább fiúgyermeket, gyermeket, dr. Fasztov? Fasztov arca őszinte meglepetést árult el. Nem, nem, dehogy is. Azt hiszem, a második lányom anyja fiút akart, de én nem egyeztem bele a válogatott spermával történő mesterséges megtermékenyítésbe. Még azt sem engedtem volna meg, hogy a saját spermámat használják fel. Ehelyett ragaszkodtam a természetes genetikai úthoz. Mielőtt megkérdezni, miért, már is megadom a választ. Szeretem, ha véletlen szerephez jut az életben. Azon kívül valószínűleg nem akartam kizárni annak a lehetőségét, hogy újra lányom szülessem. Érthető módon egy fiút is elfogadtam volna, mégsem akartam teljesen biztosra menni. Valamiért kedvelem a lánygyerekeket. Végül aztán a második is lány lett, és talán ez volt az oka annak, hogy az anya nem sokkal a szülés után elvált tőlem. Persze, az is igaz, hogy a gyermek születése után a házasságok jelentős része tönkre megy így talán felesleges, különleges okokat keresnem. Gondolom, a hölgy magával vitte a kislányt. Fasztov csodálkozva nézett Bélire. Miért vitte volna magával? Ó, na persze, el is felejtettem, hogy ön a földről jött. Nálunk természetesnek számít, hogy nem vitte el. Akkor a lány bölcsődébe került volna, ahol minden gyereknek megfelelően gondját viselik. De az én lányommal másképp történt. Vászta a mintha hirtelen elszégyelte volna magát egy múltbeli esemény miatt. Úgy döntöttem, én magam fogom felnevelni. Ez nem törvényellenes az a horórám, de merőben szokatlan. Persze, eléggé fiatal voltam, a százat sem töltöttem még be, robotikai berkekben viszont már jól csengett a nevem. És elboldogult a kislányjal? Arra gondol, sikerült-e felnevelnem őt? Hát, sikerült. Nagyon megszerettem. Baziliának neveztem el. Tudja, anyámat is így hívták. Elmerengett a múlton és felnevetett. <laughs> van bennem egy nagy adag érzelgősség. A robotjaimat is szeretem. Anyámmal természetesen sohasem találkoztam, de a neve szerepelt az okmányaimban. Sőt, úgy tudom, még ma is életben van, úgyhogy akár fel is kereshetném. De azt hiszem, elég hátborzongató lenne látni őt, akinek a méhében voltam. Hm, hol is tartottunk? elnevezte őt Vazíliának. Igen, felneveltem, és igazán megszerettem. Nagyon. Megismertem a gyereknevelés örömeit, de a barátaim helyettem is szégyenkeztek, és ügyelnem kellett, hogy Vazília sohasem legyen jelen, ha szakmai vagy baráti összejövetel keretében találkoztam velük. Emlékszem egyszer, Fasztó felhallgatott. Mondja csak, biztatta Béli. Érdekes, Hosszú évtizedek óta nem gondoltam erre az epizódra. Dr. Szártonnal épp az egyik legelső emberformájú robottervén dolgoztunk, amikor egyszer csak Vazilia sírva beszaladt a szobába, és a karjaim közé vetette magát. Ha jól emlékszem, még csak hét éves volt. Én persze megszorongattam, megpuszilgattam, és egy pillanatra megfeledkeztem a munkáról. Ez pedig Szárton szemében megbocsáthatatlan bűnnek számított. Fújtatott, prüszkölt és elment. Nagyon fel volt háborodva. Egy teljes hét beletelt, míg újra sikerült felvennem vele a kapcsolatot, és visszaállt a nyugalom. Azt hiszem, a felnőtteknek másképp kellene viszonyulniuk a gyerekekhez, de itt nagyon kevés a gyerek, és általában nincsenek szem előtt. – És a lánya Vazilja is szerette önt? – Ó, igen, legalábbis addig, amíg… – Szóval nagyon szeretett. Gondoskodtam az iskoláztatásáról, és biztosítottam a számára, hogy töretlen legyen szellemi fejlődése. Az előbb nem fejezte be a mondatot, azt mondta ő is szerette önt, legalábbis addig, amíg ezek szerint egy idő után már nem szerette? Mikor történt a változás? Azt akarta, hogy amint nagykorú lesz, legyen saját birtoka. És ez így is volt természetes. És ön nem akarta? Dehogy nem. Miért ne akartam volna? Ön, Mr. Béli, állandóan azt feltételezi, hogy én egy szörnyetek vagyok. Tehát azt kellene feltételeznem, hogy amikor betöltötte azt a bizonyos kort, már nem azokkal a természetes érzelmekkel viseltetett ön iránt, mint amikor még a házában élt. Ez nem ennyire egyszerű. Valójában sokkal bonyolultabb volt a helyzet. Tudja, Fasztóf megint úgy beszélt, mintha elszégyelte volna magát. – Visszautasítottam, amikor felajálkozott nekem. – Felajálkozott önnek? – ködött Béli. – Ez eddig természetes is lett volna, – felelte Fasztolf közömbösen, – hiszen engem ismert a legjobban. Én világosítottam föl őt a szexről, bátorítottam, amikor a gyakorlatban is kísérletezni kezdett, elvittem az Erosz játékokra. Egy szóval minden tőlem telhetőt megtettem érte. Számíthattam volna a felkérésére, de bolond fejjel eszembe se jutott, hogy fennáll az a veszély, és besétáltam a csőbe. – No, de ez vérfertőzés. – Vérfertőzés? No, persze a földön így hívják. Az aurórám viszont nem létezik ez a fogalom, Mr. Béli. Nagyon kevés aurórai ismeri a legközelebbi rokonait. Persze, ha a két ember házasságban él, és gyerekeket kérvényeznek, mindig megvizsgálják a családfájukat. De hát a sima szex egészen más. Nem, nem éppen az volt a természetellenes, hogy visszautasítottam a saját lányom ajánlatát. Fasztóf elpirult, főleg a két nagy füle vörösödött el. Még szép, hogy visszautasította, motyogta Béli. Ráadásul nem is volt rá igazi okom. Legalábbis semmi olyan, amit Vasziliának meg kellett volna magyarázni. Óriási hibát követtem el azzal, hogy nem készültem fel jó előre erre az eshetőségre, és nem tudtam rögtön valami alapos és észszerű indokot szolgáltatni egy ilyen tapasztalatlan fiatal lánynak. Így viszont sebet ejtettem a lelkén, és jóvá tehetetlenül megaláztam. Elviselhetetlenül szégyeltem magam amiatt, hogy vállalkoztam a felnevelésére, és a végén ennyire megbántottam. Akkor úgy tűnt, baráti alapon még folytatódhat a kapcsolatunk, de ő nem hagyott fel a próbálkozással. Én pedig minden újabb elutasítással, bármely gyengéd voltam is, csak tovább rontottam a helyzetet. Míg nem aztán? Míg nem aztán már saját birtokot akart. Én eleinte ellenkeztem, nem mintha sajnáltam volna tőle egy házat, csak még az elmenetele előtt vissza akartam állítani kettőnk között a szereteten alapuló jó kapcsolatot. De bárhogy igyekeztem, és semmi sem segített. Életemnek talán a legnehezebb időszaka volt az. A végén már nagyon erőszakosan követelte, hogy engedjem el, és én nem tudtam visszatartani. Akkor már okleveles robotikai szakértő volt. Hálás vagyok a sorsnak, hogy legalább a pályáját nem hagyta el az irántam érzett ellenszem miatt és a segítségem nélkül is könnyűszerrel elboldogult. Meg is lett a birtoka, és azóta csak egészen a kapcsolatban vagyunk egymással. Azért szerintem talán mégsem idegenedett öntől annyira, ha nem szakított a robotikával, jegyezte meg Béli. Ehhez ért, és ez érdekli őt a legjobban. Velem nem törődik. Biztosan tudom, mert először is én így gondolkodom, mint ön. Barátságosan közeledni próbálta, de nem volt hajlandó megbocsájtani. És most hiányzik önnek a lánya, doktor Fasztorf? Persze, hogy hiányzik, Mr. Béli. Ebből is látszik, mekkora a hibát követel az, aki enged egy irracionális ösztönnek, egy atavisztikus vágynak, és vállalkozik egy gyerek felnevelésére. A gyerek feltöltődik szeretettel, és a szülő végül kénytelen visszautasítani az első felajánlkozást, és ezzel életre szóló sebetejt az ifjú lelkén. Ráadásul az ember ilyenkor az ugyancsak teljesen iracionális hiányérzettől szenved. Sem azelőtt, sem azóta nem éreztem magam annyira szerencsétlennek. Mindketten feleslegesen szenvedünk, és ezért egyedül engem terhel a felelősség. Béli úgy látta Fasztófnak elkalandoznak a gondolatai, ezért halkan megkérdezte. – És mi miközben mindennek Glédiához? – Persze, persze, nem is felejtettem, de ezt elég könnyű megmagyarázni. Minden szó igaz abból, amit Glédiával kapcsolatban elmondtam. Együtt éreztem vele, felnéztem rá, a tehetségem miatt. Ráadásul Vazíliára is emlékeztetett. Már akkor felfedeztem köztük a hasonlóságot, amikor egy hipervíziós híradásban bejelentették, hogy megérkezett a szoláriáról. Glédia megdöbbentett és felkeltette az érdeklődésemet. Fasztó felsóhajtott. Amikor rájöttem, hogy Vaziliához hasonlóan az ő problémái is szexuális eredetűek, képtelen voltam megállt parancsolni magamnak. Mint látja, úgy intéztem, hogy a birtokom tőszomszédságába telepedjék le. A barátja lettem, és mindent megtettem, hogy segítsem a beilleszkedését ebbe a számára új idegen környezetbe. Akkor tehát Glédia tulajdonképpen a lányát pótolja? Bizonyos értelemben igen. Azt hiszem, így is fogalmazhatunk, Mr. Béli. És nem is tudja, mennyire boldog vagyok, hogy Glédiának sohasem jut az eszébe felajánlkozni nekem. Ha visszautasítom, újra át kellett volna élnem azt, amit Vazília ajánlatának elutasítása jelentett. Ezt képtelen lettem volna megtenni. De végképp tönkretettem volna az életemet, ha egy idegennek, aki egy kicsit emlékeztet Vaziliára, megadom azt, amit a saját lányomtól megtagadtam. Tehát bármit is tettem volna, mindegy. Most már tudja, miért nem válaszoltam rögtön a kérdésére. Ön eszembe jutotta életem nagy tragédiáját, és elkalandoztak a gondolataim. És a másik lánya? Lumen kérdezte Fasztov közömbösen. Soha sem tartottam vele a kapcsolatot. Nagy néha hallok róla valamit. Úgy tudom, ő politikai tevékenységet folytat. Igen, egy helyhatósági posztra jelöltette magát a globalisták listáján. Kik azok a globalisták? Őket csak a globuszuk, az auróra érdekli. Szerintük az auróraiaknak kell vezető szerepet vállalniuk a galaxis gyarmatosításában. Ebből amennyire lehet mindenki mást ki kell rekeszteni, a földlakókat különösképpen. A globalisták úgy fogalmaznak, hogy felvilágosult önérdekből kell így cselekednünk. Ez természetesen szöges ellentétben van az ön nézeteivel. Hát persze, én a humanista párt vezetője vagyok. Mi azt valljuk, hogy a galaxis minden emberi lény tulajdona. Amikor az ellenségeimet emlegetem, éppen rájuk a globalistákra gondolok. Lumen tehát az ellensége? Akárcsak csak Vazília, aki az Ariban, az Aurórai Robotikai Intézetben dolgozik. Ezt az intézetet néhány évvel ezelőtt hozták létre. A vezetői egy gonosz démont látnak bennem, akik minden áron félre kell állítani. Az ex-feleségeim viszont tudomásom szerint nem foglalkoznak politikával, vagy ha igen, akkor humanisták. Keserűen elmosolyodott, aztán megkérdezte. Nos, Mr. Béli, kíváncsi még valamire? Béli megtapogatta sima anyagból készült bő aurórai nadrágja szárát. A hajó útóta óta számtalanszor megtette már ezt a mozdulatot. Zsebet keresett, mint hiába. Ilyenkor rendszerint karba tette a kezét, és most is ehhez a kompromisszumos megoldáshoz folyamodott. Nézze, doktor Fasztov, Valójában egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy kielégítő választ adott az első kérdésre. Nekem úgy tűnik továbbra is fáradhatatlanul kerülgeti a lényeget. Miért adta oda Jandert Glédiának? Öntsünk végre tiszta vizet a pohárba, derítsünk fényt a történet homályos pontjaira. Fasztov ismét elvörösödött. Lehet, hogy ezúttal a mérektől, de ha így is volt, más élét nem adta haragjának ugyanolyan halkan beszélt, mint addig. Ne erőszakoskodjon, Mr. Béli, megadtam a választ. Sajnáltam Glédiát, és azt gondoltam, Janderben jó társa lenne. Őszintébben beszéltem most önnel, mint eddig bárki mással, részben szorult helyzetem miatt, részben pedig azért, mert ön nem aurórai. Cserébe megkövetelem, hogy tisztelettudóan tudóan beszéljen velem. Béli az ajkába harapott. Ez itt nem a föld, Gondolta magában. Most nem valamilyen hatóság nevében lép fel, és nem csak a szakmai presztise forog kockán. Jóval több. Kérem, Doktor Fasztov, nézze el nekem, ha megbántottam. Szabadkozott. Nem arra céloztam, hogy ön nem őszinte vagy nem hajlandó együttműködni. De nem tudunk tovább lépni, amíg el nem árulja a teljes igazságot. Hadd vessen fel az általam lehetségesnek tartott választ önnek csak annyit kell mondania, -e, igaznak, részben igaznak, vagy hamisnak tartja-e. Lehet, hogy azért adta oda Jandert Glédiának, hogy egy robot legyen szexuális vágyainak céltáblája, s így elkerülje, hogy Glédia felkínálkozzon önnek. Talán nem is volt tudatában, hogy ezért teszi, de most gondolkozzon el, nem így volt-e. Lehet, hogy ez is szerepet játszott az elhatározásában. Fasztov felvett az étkezőasztalról egy könnyű, átlátszó dísztárgyat, és forgatni kezdte a kezében, de egész teste tökéletes mozdulatlanságba dermett. Lehet, hogy így van, ahogy mondja Mr. Béli – felelte. Miután elfogadta a robotot, kétség kívül kevésbé aggasztott az a lehetőség, hogy felajánlkozik nekem. Egyébként egy pillanatig sem volt egyértelmű, hogy Jandert ajándéknak szánom. Van tudomása arról, hogy Glédia szexuális célokra is használta Jandert? Ön megkérdezte ezt Glédiától, Mr. Béli. Ennek semmi köze a kérdésemhez. Ön tud róla? Tapasztalta valamilyen jelét annak, hogy szexuális kapcsolatban állnak? Egyetlen robotja se jelentett ilyesmit? Glédia tett ön előtt ilyen értelmű kijelentést? Valamennyi kérdésére nemmel kell válaszolnom, Mr. Béli. Ha belegondolok, nincs abban semmi különös, hogy egy nő vagy egy férfi szexuális célra használ egy robotot. A közönséges robotok nem kifejezetten alkalmasak erre, de az emberi lények ezen a téren mód felett találékonyak. A andert illeti ő ilyen célra is alkalmas volt, mivel annyira emberszerűre terveztük, amennyire csak tudtuk. Hogy szexpartnernek is alkalmas lehessen. Nem, ez meg sem fordult a fejünkben. A néhai doktor Szárton és engem csak az elméleti probléma foglalkoztatott, hogy hogyan építsünk teljesen emberi formájú robotot. Az ilyen emberformájú robotok viszont úgy lennének megalkotva, hogy mellesleg szexpartnernek is kiválóan alkalmasak, nem de? Minden bizonyja, és most, hogy belegondolok, bevallom, lehet, hogy tudatalat már a kezdet-kezdetén bennem munkált ez a szándék. Glédia csak ugyan felhasználhatta Jandert ilyen célra. Ha megtette, remélem örömét lelte benne. Akkor pedig jó tétemény volt meg Lehet, hogy még nagyobb jó tétemény is volt, mint gondolta. Milyen értelemben? Mit szólna, ha azt mondanám, hogy Glédia és Jander férj és feleség voltak? Fasztov görcsösen megmarkolta a dísztárgyat. Egy darabig szorongatta még, aztán letette. Micsoda? Ez nevetséges. Jogilag abszurdum. Gyerekük nem lehet. Következésképp igénylés sem juthattak be. Ennek hiányában pedig nem házasodhatnak össze. Nem jogi kérdés ez, dr. Fasztov. Ne feledje, hogy Glédia nem aurórai, hanem szoláriai módon szemléli a világot. Az ő esetében a házasság érzelmi kérdés. Glédia elmondta nekem, hogy úgy tekintett Janderre, mint ha férje volna. Saját magát pedig azt hiszem most özvegynek tekinti, és újabb, méghozzá eléggé komoly szexuális traumán esett át. Ha ön így vagy úgy tudatosan hozzájárult ehhez, az ég csillagaira, vágott közbe Fasztov szokatlanul indulatosan, dehogy is járultam hozzá. Mindenre gondoltam, csak arra nem, hogy Glédia a házastársának képzel majd egy robotot, bármennyire emberformájúra sikerült is az egyetlen aurórainak sem jutott volna az eszébe ilyesmi. Béli bólintott és felemelte a kezét. Elhiszem, ön nem lehet annyira jó színész, hogy komolyságot mímelve félre tudjon vezetni. De tudnom kell, mit válaszol. Végül is nem lehetetlen, hogy... De, lehetetlen. Ön szerint előre láthattam volna ezt a helyzetet? Valamilyen okból szándékosan tettem özvegyig lédiát? Soha! Ez annyira elképzelhetetlen, hogy eszembe se juthatott Mr. Béli. Nem tudom, miért küldtem Yandert Glédia házába, de mindenképpen jót akartam vele. Igaz, hogy a jó szándék kevés, de csak ezt hozhatom fel a mentségemre. Dr. Fasztov, ne beszéljünk erről többet. Lehet, hogy a kezemben van a rejték kulcsa. Fasztov mély lélegzetet vett és hátradőlt a széken. Ennyit már akkor is elárult, amikor visszatért Glédiától mondta, és kicsi idegesen pillantott Bélire. Nem kezdhette volna mindjárt a lényeggel? Elengedhetetlenül szükséges volt feltennie ezeket a kérdéseket? Sajnálom, doktor Fasztolf, a megoldásnak csak az ön válaszai tükrében van értelme. Nos, akkor rajta, ki vele? A lényeg a következő. Jander olyan helyzetbe került, amelyet saját bevallása szerint ön a világ legkiválóbb elméleti robot szakértője sem látott előre. Jander oly sok örömet szerzett Glédiának, hogy a nő beleszeretett és a férjének tekintette. Mi van akkor, ha kiderült, hogy a robot nem csak örömet, hanem fájdalmat is okozott? Nem igazán értem, mire céloz. Megmagyarázom, dr. Fasztov. Glédia mindvégig titkolózott ezzel kapcsolatban. Úgy tudom, az aurórán a szex nem számít olyan tabu témának, amit mindenáron igyekszik megkerülni az ember. A hipervízión nem közvetítenek szexet, de egyéb iránt nem csinálunk belőle titkot, ahogyan a többi személyes ügyünkből sem. Általában köztudott, hogy kinek ki volt a legutóbbi partnere, és barátok között néha arról is szó esik, mennyire jó volt vagy rossz. Szenvedélyes vagy közönyös, egyik, másik vagy mindkét fél. Ön mégsem tudott semmit Glédia és Jander kapcsolatáról? Gyanítottam. Ez nem ugyanaz, Glédia nem szólt róla semmit. Ön nem látott semmit. Egyetlen robot sem számolt be ilyesmiről. Glédia még ön előtt is, a legjobb aurórai barátja előtt is titkolta a dolgot. Nyilván a robotjainak is szigorúan megparancsolta, hogy hallgassanak, és ez Janderre is vonatkozott. Azt hiszem, ez helyes következtetés. És ön szerint, dr. Fasztov, miért tett Glédia? Talán mert a szolárián diszkréten kezelik a szexuális ügyeket? Vagyis azt mondhatnánk, hogy szégyelte a dolgot? Nem volt oka szégyenkezni. Ámbátor valóban nevetség tárgyává vált volna, ha kiderül, hogy a férjének tekinti Andert. Ennyit könnyen eltitkolhatott volna, anélkül, hogy a lényeget elhallgatná. Tegyük föl, hogy a maga szoláriai módján szégyelte magát. Mit számít ez? A szégyen kellemetlen érzés. És lehet, hogy Glédia Randert hibáztatja, igazok nélkül, de hát az emberek gyakran másokat okolnak a saját maguk által előidézett kellemetlenségekért. És? Elképzelhető, hogy Glédia, akinek eléggé labilis a lelki állapota, egyszer-egyszer könnyebben elveszítette az uralmat az idegei fölött, és ilyenkor mondjuk szemrehányást tett Jandernak azért, hogy szégyent hozott rá, és fájdalmat okozott neki. Talán nem is tartott sokáig a dükitörés. A következő pillanatban Glédia már bocsánatot kért, és cirógatni kezdte Jandert. De azért elültette a fülében a bogarat. Meg lehet. És ez vajon nem azt jelentette Yander számára, hogy a kapcsolat fennmaradása ugyanúgy fájdalmat okoz Glédiának, mint a szakítás? Bármit tesz is, mindenképpen megszegi az első törvényt, és mivel minden cselekedete törvény ellenes lett volna, egyetlen egy megoldás kínálkozott a számára, az, hogy nem csinál semmit. És jander a mentális zárlatot választotta. Gondoljon csak arra a történetre, amelyet ma mesélt nekem arról a legendás gondolatolvasó robotról, akinek az agyában mentális zárlatot idézett elő az a nő. Igen, akkor Susan Calvin volt a tettes. Értem már. Tehát ön erre a régi legendára alapozza a feltevéseit. Zseniális gondolat, Mr. Béli, de sajnos jelen esetben nem helytálló. Miért nem? Amikor azt mondta, hogy Jandernél csak is ön tudta volna előidézni a mentális zárlatot, még fogalma sem volt arról, hogy Jander ilyen előre nem látott bonyodalomba keveredett. Ugyanezt történt, mint Susan Calvin esetében tegyük fel, hogy a Susan Calvinről és a gondolatolvasó robotról szóló történet nem pusztán az emberi képzelet szüleménye. Vegyük komolyan. Még akkor sem állíthatjuk párhuzamba Jander és a gondolatolvasó robot esetét. Susan Calvinnek egy olyan hihetetlenül primitív robottal volt dolga, amelynél manapság már a játékszerek is fejlettebbek. Az a robot csak minőségi szempontból állította szembe a két állítást. A fájdalmat okoz, nem a is fájdalmat okoz. A megoldás tehát a mentális zárlat. – És Jander? – kérdezte Béli. – Minden mai robot, sőt, minden múlt századi is mennyiségileg mérlegelni a problémát. Vagyis az a kérdés, hogy a vagy nem a okozna-e több szenvedést. Ezek a robotok gyorsan döntenek, és ilyen esetben a lehető legminimálisabb fájdalmat okozzák az embernek roppant kicsi az eshetősége annak, hogy a robot arra a következtetésre jut, hogy a két egymást kölcsönösen kizáró alternatíva pontosan ugyanennyi szenvedést okozna. De az sem baj, ha előáll az a helyzet, ugyanis a modern robotok ismerik a véletlen választás fogalmát. Ha megítélésük szerint A és nem A ugyanakkor a szenvedést okozna, találomra kiválasztják a kettő közül az egyiket, és attól fogva következetesen mindvégig ahhoz ragaszkodnak. Mentális zárlatra tehát ilyen okból nem kerülhet sor. Lehetetlennek tartja tehát, hogy Jandernél mentális zárlat lépett fel, hiszen eddig azt állította, ön képes lenne ezt előidézni. A pozitron agyú, emberformájú robotok esetében kiküszöbölhetjük a véletlen választást, de ennek a módja kizárólag az agy felépítésétől függ. Még ha ismeri is valaki az alapelvet, borzasztó nehéz és hosszantartó folyamat az ügyes kérdések és parancsok egész sorával behúzni a robotot a csőbe, és mentális zárlatot okozni az agyában. Elképzelhetetlen, hogy ezek a kérdések és parancsok véletlenszerűen hangozzanak el. Ráadásul ebben a konkrét esetben, amikor egyszerre egyenlő erővel hat a szerelem és a szégyen, csak egészen különleges körülmények között. Pontos mennyiségű szabályozás után lehetne megcsinálni a trükköt. Így azután, ahogy eddig is hangoztattam, nem ellentmondó parancsoknak, hanem az agyműködés kiszámíthatatlan zavarának köszönhetően véletlenül következett be a mentális zárlat. De az ön ellenségei továbbra is azt fogják hangoztatni, valószínűbb, hogy ön a tettes. Nem tehetnénk meg, hogy mi viszont a szerelem és a szégyen közti ellentmondás jelöljük meg a mentális zárlat kiváltó okaként? Nem lenne hihető? Ezzel talán a közvéleményt is ön mellé állítanánk. Falstaff a fomlokát rajzolta. Mr. Béli, ön túlságosan türelmetlen. Gondolja végig alaposan a dolgot. Milyen következményekkel járna az, ha ilyen becstelen módon próbálnánk megoldani a problémát? Nem szólok most arról a szégyenről és szenvedésről, amelyet glédiának okoznánk, ha csak ugyan két érzelem között törlődött, és ezt szeretője tudomására is hozta, hiszen a Jander elvesztése miatt érzett fájdalmát tetézni még a bűntudat is. Semmiképpen nem szeretném, ha így alakulnának a dolgok. De tegyük most félre a személyes érzelmeket. Ellenségeim ez esetben azt állítanák, hogy éppen ezért adtam Glédiának Jandert, mert kidolgoztam egy eljárást a humanoid robotok agyának rövidre zárására, és a kísérlet következményeiért ő rá akartam hárítani a felelősséget. Így tovább rontanánk a helyzetüket, mert akkor már nem csak alattomos cselszövőnek tartanának, de azzal is megvádolnának, hogy családmódon barátságot színlelve becsaptam egy gyanútlan nőt. Eddig legalább ettől a rágalomtól megkiméltek. Bélit meghökkentette ez a gondolatmenet. Leesett az álla, és hebegni kezdett. Szerintem azért biztosan nem, de igen, hiszen néhány perccel ezelőtt még ön is hajlott erre a feltételezésre csak úgy vetettem fel, mint egészen távoli lehetőséget. Az ellenségeim viszont sokkal valószínűbbnek tartják, és így is tárnák a nyilvánosság elé. Béli elvörösödött. Érezte, hogy a testét elönti a forróság. Képtelen volt Fasztov szemébe nézni. Megköszörült a torkát, és azt mondta. Igaza van, kiutat kerestem anélkül, hogy alaposabban átgondoltam volna a helyzetet. Bocsásson meg, mélységesen szégyellem magam. Most már látom, hogy egyetlen kiút létezik ebből a kátyúból. Meg kell próbálnom kideríteni az igazságot. Ne keseredjen el, Mr. Béli, vigasztalta fasztól Már így is olyan dolgokat derített ki Janderrel kapcsolatban, amiről álmodni sem mert volna senki. Fény deríthet még sok egyébre is, és kibogozhatja, tisztázhatja az egész ügyet. Hogyan tervezi a folytatást? A kudarc felett érzett bosszúságtól Béli egyelőre képtelen volt gondolkodni. Nincs még különösebb elképzelésem, felelte. Persze, persze, egyébként is igazságtalan volt a kérdés. Hosszú és nehéz nap állt ön mögött. Nem csoda, hogy így este felé lassabban forog az esze. Miért nem pihen le, néz meg egy filmet, vagy alszik egyet? Meglátja, reggelre jobb formában lesz. Béli bólintott. Talán igaza van. Motyogta. De igazából nem tudta elképzelni, hogy másnap reggel jobb közérzettel ébred. A hálószoba, mint hőmérsékletét, mint pedig hangulatát tekintve hideg volt. Béli testén enyhe remegés futott át. Kellemetlenül érezte magát. Az alacsony hőmérséklet a külvilágot juttatta az eszébe. A szürkés-fehér falak szokatlanul kopára dísztelenek voltak, legalábbis fasztóf házában Béli máshoz szokott hozzá. A padlóanyaga elefántcsontnak látszott, de Béli mesztelen talpával úgy érezte, valamiféle szűnyegen jár. A fehér ágyat sima, hideg takaróval borították le. A nyomozó leült a matrac szélére, amely valamelyest besüppett a súlya alatt. Béli megszólította Dénielt, aki vele együtt lépett be a szobába. – Mondd csak, zavar téged, ha valaki hazudik? Tisztában vagyok azzal, Ilái kollégám, hogy az emberek időnként nem mondanak igazat. A hazugság néha hasznos, máskor egyenesen kötelező. A véleményemet mindig befolyásolja három tényező: ki az, aki hazudik, és milyen körülmények között, mi célból teszi. Mindig meg tudod állapítani, hazudik-e valaki? Nem, Ilái kollégám. Szerinted dr. Fasztov gyakran hazudik? Soha nem vettem észre, hogy hazudott volna. Míg Jander halálával kapcsolatban sem? Amennyire meg tudom állapítani, minden tekintetben igazat mond. Megkérdezhetem, nem azért mondod ezt, mert ilyen értelmi parancsot kaptál tőle? Nem kaptam tőle ilyen értelmi parancsot, Iláj kollégám. De talán arra is utasított, hogy így válaszolj erre a kérdésre, Béli elhallgatott, megint holpontra jutott. Mi értelme kereszt kérdésekkel bombázni egy robotot? Ebben a konkrét esetben pedig kifejezetten visszalépést jelent ez a taktika. Béli hirtelen ráeszmélt, hogy a matrac mindvégig egyre mélyebbre süppett alatta, most pedig már félig körbefogta a csípőjét. Felugrott és megkérdezte, Daniel, fel lehet fűteni valahogy ezt a szobát? – Melegebbnek fogod érezni, illáj kollégám, amint bebújsz a takaró alá, és kikapcsol a világítás. – Á, értem már, mondta gyorsan Béli, és gyanakodva körülnézett. – Megtennéd, hogy kikapcsolod a világítás, de bent maradsz még a szobában? Egy pillanat múlva kialudt a fény, és Béli már is látta, hogy tévedett, amikor azt hitte, hogy ebből a szobából hiányzik a dekoráció. Amint sötét lett, mindjárt a külvilágban érezte magát. Úgy hallotta, a falevelek zizegnek a szélben, és a távolban élő lények súrognak halkan, álmosan. A feje fölé a csillagos égbolt képe rajzolódott ki, amelyen időnként alig láthatóan felhők suhantak át. – Kapcsod vissza a fény, Déniel! – világosság árasztotta el a szobát. – Déniel, nekem erre nincs szükségem! – jelentette ki Béli. – Nem vagyok kíváncsi a csillagokra, a felhőkre, a hangokra, a fákra, a szélre és az illatokra. – csak sötétséget akarok. Üres, fekete sötétséget. Tudsz nekem segíteni? Természetesen tudok, Iláj kollégám. Akkor légy szíves, intézkedj, és mutasd meg, hogyan tudom lekapcsolni a fényt, ha aludni akarok. Azért vagyok itt, hogy megvédjelek, Iláj kollégám. Biztos leveszem, hogy az ajtó túloldalán állva is kitűnően el tudod látni ezt a feladatodat, mondta Béli Mogorván. Gondolom, zsizkád az ablak alatt fog állni ha ugyan tényleg vannak ablakok a drapériák mögött. Vannak. Ha átléped a küszöböt, ilály kollégám, megtalálod a saját külön bejáratú bizalmasodat. A falnak az a része csak illúzió. Könnyedén át tudsz rajta sétálni. Mihelyt belépsz, bekapcsolódik a világítás. Kilépéskor pedig kikapcsol az automata. És nincs dekoráció ott lezuhanyozhatsz, és lefekvés előtt, felkelés után elintézheted egyéb folyó ügyeidet. Béli a jelzett irányba fordította a fejét. A falat továbbra is folyamatosnak látta, a padlón viszont csak ugyan volt egy küszöbszerű kitüremkedés. – Hogy találok oda a sötétben, Déniel? – kérdezte a nyomozó. – A falnak az a része, amely nem is fal, halvány fénnyel világítani fog. Itt az ágy fejdeszkáján találsz egy mélyedést, ha belehelyezed az úgyad, felgyullad, illetve kialszik a fény. Köszönöm, elmehetsz. Fél órával később Béli már vissza is tért a bizalmasból, és a megnyugtató sötétségben összekoporodva gubbasztott a takarója alatt. Helyesen mondta Fasztov, csak ugyan hosszú napát mögötte. Szinte hihetetlennek tűnt számára, hogy csak aznap reggel érkezett meg az aurórára. Rengeteg információt szerzett, mégsem jutott előbbre a nyomozás. A sötétben fekve szép sorjában végig gondolta a nap történéseit, abban a reményben, hogy talán most felfigyel valami fontosra, ami eddig elkerülte a figyelmét. De nem jutott eszébe semmi lényeges. Hát ilyen ember a valóságban az az Eli Bailey, akit a hipervíziós drámában csendesen elmélkedő, jó szemű és éles eszű nyomozónak ábrázoltak. A matrac közben megint besüppett, és meleg burokként körbezárta a testét. Béli megmozdult, mire az ágy kiegyenesedett alatta, de aztán megint kezdte felvenni a teste alakját. Nem volt sok értelme kimerült, álomvágyó adja tovább elmérkedni. A nyomozó mégsem tudta megállni, hogy végig ne gondolja másodjára is az aurórán eltöltött első napját. Magában újra végigjárta a helyszíneket az űrrepülőtértől Glédia birtokáig, és végül Fasztóf házáig. Szegény Glédia szebb volt, mint ami ennek emlékezetre, de valahogy meg is keményedett. Vagy csak kemény védőburkolatot font maga köré. Jó leső érzéssel töltötte el az, amit Glédia előző találkozásukkal kapcsolatban az érintés hatásáról elmondott. Bár csak vele maradhatott volna akkor, hogy megtanítsa. Ezek az ostoba auróraiak, Undorító közönnyel viszonyulnak a szexhez. Nekik minden belefér. Vagyis tulajdonképpen nem fér bele semmi. Nem is éri meg, bolondok. Fasztóktól, glédiához, aztán vissza fasztófhoz, vissza fasztófhoz. Béli megmozdult, és homályosan érzékelte, hogy a matrac ismét felveszi a teste körvonalait. – Vissza -hoz. Mi is történt akkor út közben? – Elhangzott valami fontos? Vagy éppen az az érdekes, hogy nem hangzott el valami? – És a hajón, úton az auróra felé? – Valami, ami beleillik a képbe. Béli már félálomban volt. Ilyenkor a szellem szabad lesz, és önállósítja magát mint amikor megszűnik a gravitáció hatása, és a test a súlyától megszabadulva lebeg a térben. Az agy magától sorra vette az eseményeket. Olyan apró mozzanatokra is kiterjedt a figyelme, amelyeket az éber test nem vett észre. Összerakosgatta a parányi részleteket, szépen, egyenként, mindent a maga helyére. Még nem kialakult egy összefüggő rendszer. Abban a pillanatban, mintha valami hangot hallott volna, és ez visszatérítette az ébrellétbe. Fülelni kezdett, de néma csend volt körülötte. Újra félálomba süllyedt, és megpróbálta felvenni gondolatai elveszett fonalát, de nem sikerült. Mint ha valami nagyon értékes tárgy volna le egy mocsárba. Még látta a színét, még sejtette a körvonalait. Egyre halványabban érzékelte, de tudta, hogy ott van még valahol. Hiába küzdött azonban elkeseredetten a megmentéséért. A tárgy végül eltűnt a szem elől, és ő már semmire sem emlékezett belőle. Az ég világon semmire. Vajon tényleg valami fontos jutott az eszébe, vagy csak értelmetlen gondolattöredékkel tette ezt az illúziót alvó agyában? Mert most már aludt. Igazán aludt. Éjszaka felébredt és emlékezett rá, hogy elalvás előtt valamilyen fontos dolog járt az eszébe. De hiába törte a fejét. Semmire sem emlékezett azon kívül, hogy gondolt valamire. Ébre maradt még egy ideig, belebámult a sötétségbe. Ha csak ugyan fontos gondolatai voltak, idővel eszébe fognak jutni. Vagy talán mégsem? És Béli újra álomba zuhant. Pastov és Vazília Béli felriadt és gyanakodva szaglászott bele a levegőbe. Ismeretlen, alig érezhető szagot érzett, amely azután a második lélegzetvételre el is illant. Déniel komoly arccal állt az ágy mellett. – Remélem, jól aludtál, ilály kollégám – köszöntötte Bélit. A nyomozó körülnézett. A függönyök még be voltak húzva, de odakintről világosság szűrődött be. Zsiskán ruhákat vett elő. A cipőtől a kabátig minden egyes ruhadarab különbözött az előző napon viseltektől. Igen, Dénél, elég jól felelte Béli. Mire ébredtem fel? Antisomnint fecskendeztünk a szoba levegőjébe, iláj kollégám. Ez a szer aktivizálja az ember ébredési reflexzeit. A szokottnál kisebb adagot használtunk, mivel nem tudtuk biztosan, hogyan fogsz rá reagálni, de talán még kevesebb is megtette volna. Olyasfajta érzés volt, mintha valaki a fenekemre csapott volna, állapította meg Béli, majd gyorsan másra terelte a szót. Hány óra van? Aurórai idő szerint 7 óra 5 perc. Élettanilag fél óra múlva lesz kész a reggeli. Az utóbbi megjegyzést nem viccnek szánta, pedig az emberi lény nyilván egy mosolyt is mellékelt volna ehhez a groteszk idő meghatározáshoz. Zsiszkár kimért ebben, valamivel monotonabb hanghortozással szólalt meg. – Uram, Déniel barátom, és én nem léphetünk be a bizalmasba. Ha oda bent bármire szüksége van, csak tudassa velünk, és mi azonnal a rendelkezésére állunk. – Persze, persze, Béli felült, aztán megfordult és kikelt az ágyból. Zsizkárd rögtön neki látott a beágyazásnak. Megkaphatnám a pizsamáját, uram? kérdezte. Béli egy pillanatig tétovázott. Elvégre csak egy robot kérje erre. Levetkőzött és átadta a hálóruháját Zsizkárnak, aki alig észrevehető komoly fejbólintással mondott köszönetet. Béli undorodva tekintett végig magán. Az ő középkorú férfi teste nagy valószínűséggel közel se volt olyan jó fizikai állapotban, mint a nálánál háromszor idősebb fasztolfé. Ösztönösen keresgélni kezdte a papucsát, de rájött, hogy nem kapott ilyen lábbelit. Feltehetőleg nem is lesz rá szüksége, hiszen melegnek és puhának érezte a padlót. Belépett a bizalmasba, és rögvest kiszólt a robotnak, hogy tájékozódjék a különféle készülékek használatáról. Az illuzórikus falszakasz túlsó oldalán álló zsiszkárt erre szokásos komoly hangján elmagyarázta a borotva, a fokrém adagoló, az automatikus WC lehúzó és az zuhanyozóban található vízhőmérséklet szabályzó működését. Ebben a bizalmasban minden nagyobb és bonyolultabb volt, mint a földön található hasonló rendeltetésű helységekben. Itt nem voltak szomszédos fülkék, ahonnan átszűrődött volna mások motozása és a különféle hangefektusok egész sora, amelyeket a földön az ember kénytelen elengedni a füle mellett, hogy elnevesszen az egyedüllét illúziója. Puhány szokás, gondolta Béli borúsan, miközben luxus körülmények között elvégezte szertartásos reggeli teendőit, de eddigi tapasztalatai alapján tudta, hogy az ilyesféle puhányságot ő is meg tudná szokni. Ha egy darabig az aurórán maradna, szörnyen nehéz lenne újra megszokni a földi viszonyokat, különösen az ottani másfajta bizalmasokat. Mindazonáltal remélte, hogy otthon hamar vissza tud majd térni a régi kerékvágásba. Ugyanakkor magában megállapította, hogy örömmel venné, ha az új világokon megtelepedő földlakók nem ragaszkodnának a tömeg illemhelyek építéséhez. Talán éppen ez a puhányság lényege, elmélkedett tovább tulajdonképpen puhányság mindaz, amit az ember könnyedén meg tud szokni. Béli minden telintézet is frissen borotvált arccal, csillogó-villogó fogakkal, tisztára sikált, száraz testen lépett ki a bizalmasból. – Zsiszkár, hol találom a dezodort? – Nem értem, uram – felelte Zsiszkár. – A szappanhabnak dezodoráló hatása is van, iláj kollégám – szólt közben gyorsan Déniel – Elnézésedet kérem Zsiszkár barátom értetlenkedéséért, neki nincsenek földi tapasztalatai. Béli két kedve felvonta a szemöldökét, és Zsiszkár segítségével öltözködni kezdett. Amint látom, te meg Zsiszkár egy pillanatra se tágítotok mellőlem, mióta itt vagyok, jegyezte meg. Észrevetteltek valamit, ami arra utalt volna, hogy félre akarnak állítani? Eddig még nem, Iláj kollégám, válaszolta Déniel. Minden esetre bölcs dolog, hogy mindketten a közeledben tartózkodunk, amikor csak lehetséges. Miért, Daniel? Két okból is, Iláj kollégám. Egyrészt, mert segítünk eligazodni az ismeretlen aurórai világban, így jobban megismerheted a kultúrát és a helyi szokásukat. Másrészt Zsiszkár barátom rögzíti és bármikor visszajátsza valamennyi beszélgetésedet. Ez nagy segítség lehet. Emlékszel, hogy dr. Fasztolfal és Glédiával folytatott beszélgetéseid alatt egy időre én és Zsizkárd is egy másik szobában tartózkodtunk? Tehát azokat a részeket nem vette fel Zsiszkárd? De igen, Eli kollégám, csak rosszabb minőségben, és lehet, hogy a viccajátszásnál egyes részletek nem fognak tisztán hallatszani. Jó lenne, ha minél közelebb maradhatnánk hozzád. Mit gondolsz, Déniel? kérdezte Béli. Nem érezném magam jobban, ha csak kísérőknek és hangrögzítő masináknak, nem pedig testőröknek tekintenélek benneteket? Miért ne juthatnék arra a következtetésre, hogy testőrként teljesen felesleges a jelenlétetek? Még egyszer sem próbáltak engem megtámadni. Miért ne gondolhatnánk akkor, hogy a jövőben sem fog erre sor kerülni? Nem, Iláj kollégám, gondatlanság lenne az ilyen hozzáállás. Dr. Fasztov úgy érzi, hogy az ellenségei komoly aggodalommal figyelik a tevékenységedet. Már megpróbálták rávenni az elnököt arra, hogy ne engedélyezze Dr. Fasztov kérésére az ideutazásodat, és egészen biztos, hogy a továbbiakban mindent elkövetnek mielőbbi távozásod érdekében. Az e fajta erőszakmentes fellépések ellen nem kellenek testőrök. Ez igaz. De ha az ellenzéknek van oka félni attól, hogy esetleg tisztázza dr. Fasztolfot a vádak alól, akkor nem kizárt, hogy szélsőséges cselekedetekre ragadtatják magukat. Végül is te nem vagy aurórai, és nem értelmeznék annyira szigorúan az erőszak tilalmának a megszegését, ha erre veled szemben kerülne sor. – Az, hogy már egy napja itt vagyok, és még semmi sem történt, – mondta Béli fagyosan, – nagy megkönnyebbülést okozhat nekik, ez viszont csökkenti az erőszakos fellépés veszélyét. Valóban így kellene lennie, felelte Déniel, és semmi jelét nem adta annak, hogy észrevette volna Béli kijelentésében az öniróniát. Másrészt, ha megtudják, hogy sikerült előbbre jutnom, megint nagyobb lesz a veszély. Déniel egy pillanatig elgondolkozott, aztán megérezte. Valóban, ez logikusnak tűnik. Akkor tehát neked és Zsizkárnak mindenhová velem kell jönnötök, mert állandóan számolnunk kell azzal a veszéllyel, hogy talán egy kicsit túl jól végeztem a munkámat. Déniel megint eltűnődött. Furcsának találom ezt a megfogalmazást, Iláj kollégám, de tulajdonképpen igazad van, mondta végül. Ez esetben kész vagyok most rögtön megreggelizni, ha bár egy kicsit elmegy az étványom, ha belegondolok, hogy amennyiben nem való kudarcot, gyilkosságot fognak megkísérelni ellenem. Fasztóf a reggeliző asztalnál mosolyogva kérdezte. Jól aludt, Mr. Béli. A nyomozó elragadtatva nézte a tányérján fekvő sonka szeletet. Biztos, hogy késsel vágták el, Apró szemcsék szakadtak le róla, és egy vékony, zsíros csík is volt a szélén. Egy szóval friss sonkát kapott, aminek jóval sonkaszerűbb íze volt, mint a földi konzervnek. A reggelihez tükörtojás is dukált. A sárgája úgy terült szét a fehérje közepén, mint egy szétlapított félgömb, és ez Bélit azokra a földi százszor szépekre emlékeztette, amelyeket Ben mutatott neki annak idején a réten. Elméletben tudta, hogy néz ki a tojás tartósítás előtt, tudta, hogy van sárgája és fehérje, de sohasem látta még a két részt így elkülönítve, frissen és ehetően. A szolárián és az aurórára tartó hajón is legfeljebb csak rántottát szolgáltak fel. Béli felkapta a fejét. – Tessék! – Azt kérdeztem, jól aludt-e? – ismételte Fasztorf türelmesen. Oh, – Ó, igen, egészen jól! Az antiszomnin nélkül valószínűleg még most is szunyókálnék. <laughs> Ó, igen, elismerem, nem vagyok olyan jó vendéglátó, ahogy ezt jogosan elvárná, de arra gondoltam, talán korán akar kelni. Tökéletesen igaza volt. Mind a mellett meg kell mondanom, hogy nem vendégségbe jöttem. Fasztóf néhány pillanatig csendben falatozott. Kortyolt egyet meleg italából, aztán megkérdezte. Megvilágosodott valami ön előtt az éjszaka? Talán új gondolatokkal ébredt, és másképp lát bizonyos dolgokat. Béli gyanakodva pillantott Fasztolfra, de nem látta az arcán, hogy gúnyolódni akarna. A szájához emelte az italt, úgy válaszolt. – Attól tartok, nem így történt. Ugyanolyan tanácstalan vagyok most is, mint tegnap este. Kortyolt egyet, és akaratlanul is elfintorodott. – Elnézést, – mondta Fasztolf. – Élvezhetetlenek találja az italt? Béli csak morgott, és nagy óvatosan ivott még egy kortyot. – Közönséges kávé! – magyarázta Fasztov. – Csak koffeinmentes. Béli a homlokát ráncolta. – Nincs éppen kávé íze, és… – Bocsásson meg, doktor Fasztov, nem szeretném, ha azt hinni, üldözési mániám van, de jellel az imént épp az ellenem irányuló merényletek lehetőségeiről beszélgettünk. Jó magam félig, meddig tréfára vettem a dolgot, és most az jutott az eszembe, hogy az egyik legkézen fekvő módszer elhallgatott. Fasztov felvonta a szemöldökét. Bocsánat kérően felmordult, majd kézbe vette és megszagolta Béli kávéját. Végül a kanalára vette egy adagot és megkóstolta. – Ennek a kávénak semmi baja, Mr. Béli – jelentette ki. – Nem most próbálják megmérgezni. Sajnálom, hogy ilyen bután viselkedtem, mondta Béli, hiszen én is tudom, hogy a robotjai készítették a kávét. De teljesen határozottan meri állítani, hogy nincs megmérgezve? Régebben előfordult, hogy babrálta valaki a robotokat, felelte Fastov mosolyogva. Most viszont szó sincs ilyesmiről. A magyarázat igen egyszerű. A kávé mindegyik világon népszerű, de különböző fajtái vannak. Nyilván mindenki a saját világán fogyasztott kávét kedveli a legjobban. Én sajnos nem szolgálhatok most földi kávéval, Mr. Béli. Kér inkább egy pohár tejet? Annak nagyjából ugyanolyan íze van minden bolygón. Vagy levet inna? Az aurórai szőlőlevet mindenütt kiválónak tartják. Egyesek homályos célzásokat tesznek arra, hogy mi a szőlőlevét hagyjuk megerjedni, ám ez természetesen nem igaz. Vizet is hozhatok. Megkóstolom a szőlőlevet, határozott Béli, aki még mindig két kedve nézte a kávéját. Gondolom, ehhez pedig nem ártana hozzászoknom. Szó sincs róla, mondta Fasztó. Miért is kínozná magát fölöslegesen? Ezek szerint tehát egy kicsit erőtetett mosolyjal tért vissza az előző témára, semmilyen hasznos gondolata nem támadt az éjszaka? Sajnos nem felelte Béli, majd összeráncolta a homlokát, mert egy pillanatra átsuhant a gondolat az agyán. – Habár… – Igen. – Az a benyomásom, mintha az álom és az ébrellét határán beugrott volna valami. – Csak ugyan, Mr. Béli. És mi volt az? – Nem tudom. Felébresztett a gondolat, de utána rögtön el is felejtettem. Valamiféle nem létező hang elterelte róla a figyelmemet. Nem emlékszem már, hogyan történt. – Megpróbálom utólag felidézni, de nem sikerül. Azt hiszem, elég gyakran megesik az ilyesmi. Fasztov gondolataiba mélyett. Biztos abban, hogy csak ugyan gondolt valamire? kérdezte. Nem egészen. Annak a gondolatnak olyan gyorsan nyoma veszett, hogy nem is lehetek biztos a létezésében. De még ha tényleg felismerült bennem, lehet, hogy csak akkor félálomban tűnt értelmesnek. Fényes nappal talán tökéletesen értelmetlennek tűnne. De bármi volt is az, bármennyire rövid ideig foglalkozott is vele, volt jelentősége. Magam is így vélem, doktor Fasztov, ebben az esetben újra az eszembe fog jutni. Ebben biztos vagyok. Akkor most várakozzunk? Miért, mi más tehetnénk? Elmeszondázásnak is alávethetné magát, Béli hátradőlt a székén, és egy pillanatra megállapodott a tekintete fasztó farcem Hallottam már erről a módszerről, de mi a földön nem szoktuk alkalmazni a rendőrségi munkába. Nem a földön vagyunk, Mr. Béli, jegyezte meg Fasztolf halka. Ha jól tudom, az elmeszonda agykárosodást is okozhat. Ha szakszerűen végzik, akkor ennek igen kicsi a valószínűsége. De még akkor sem lehetetlen, makacskodott Béli. Úgy tudom, az aurórán is szigorúan előírják, mikor szabad ehhez a módszerhez folyamodni. Csak súlyos bűnök elkövetői lehetnek vizsgálati alanyok, vagy olyanok, akik. Valóban így van, Mr. Béli, de ez a szabály csak az aurórai állampolgárokra vonatkozik. Ön pedig földlakó. Azt akarja mondani, hogy ettől mindjárt embertelen vizsgálatoknak kellene alávetnem magam? Fasztóf elmosolyodott és széttárta a karját. Ugyan, Mr. Béli. Év csak felmerült bennem a gondolat. Tegnap este nagyon elszántnak láttam. Olyan megoldást javasolt, amely Glédiára nézve tragikus következményekkel járhatott volna. Kíváncsi voltam, ön is vállalna-e ilyen komoly kockázatot? Béli megdörzsölte a szemét, és néhány pillanatig hallgatott. Aztán egészen más hangon folytatta. Tegnap este tévedtem, és be is ismerem a tévedésem. Másrészt semmi biztosíték arra, hogy az a félállomban jött gondolat fontos lehet a probléma megoldásának szempontjából. Talán csak képzelődtem, és valami ostobaság futott át akkor az agyamon. Talán semmi sem jutott az eszembe, a világon semmi. Ön szerint bölcs dolog ebben a helyzetben megkockáztatni, hogy agykárosodást vegyek? Hiszen ugyanakkor azt állítja, hogy minden az én agyam probléma megoldó képességén múlik. Fastov bólintott. Meggyőzően védekezik. Egyébként sem mondtam komolyan. Köszönöm, doktor Fasztov. Akkor most mi a következő lépés? Először is újra beszélni szeretnék Glédiával. Tisztáznom kell még bizonyos kérdéseket. Ezeket tegnap kellett volna feltennie. Talán igen, de tegnap este már így is többet hallottam, mint amennyit rendes körülmények között be tudok fogadni, és megfeledkeztem bizonyos dolgokról. Nyomozó vagyok, nem pedig tévedhetetlen számítógép. Én nem hibáztatom önt, de értse meg, nem szeretném, ha feleslegesen zaklatná Glédiát. Annak alapján, amit ön tegnap este elmondott nekem, feltételezem, hogy Glédia mélyen le van sújtva. Kétség kívül. Ugyanakkor nagyon szeretném már tudni, mi történt. Kíváncsi arra, hogy kiölte meg azt a szemét, akit a férjének tekintett, ha ugyan tényleg van tettes. Ez pedig teljesen érthető. Biztos vagyok benne, hogy készségesen segíteni fogja a nyomozást. És valaki mással is szeretnék beszélni. Kivel? Az ön lányával, Vazíliával. Vazíliával? Miért? Mi értelme lenne? Ő is robot szakértő, és ön, én, és én önön kívül más szakembernek is szeretném kikérni a véleményét. Ennek nem örülök, Mr. Béli. Közben végeztek a reggelivel. Béli felállt. Doktor Fasztov, megint csak emlékeztetnem kell arra, hogy az ön kérésére jöttem ide. Nincs hivatalos felhatalmazásom a nyomozásra. Nem állok kapcsolatban az aurórai hatóságokkal. Csak is akkor sikerülhet a végére járnom ennek a szörnyű ügynek, ha önök valamennyien hajlandók együttműködni velem és válaszolni a kérdéseimre. Ha akadályozza a munkámat, biztos, hogy nem fogok haladni a nyomozással, már pedig eddig még egy lépés sem tettem előre. A kudarcom nagyon rossz fényt vetne önre és a földre is, tehát kérem, ne álljon az utamba. Ha eléri, vagy a közben járásával legalább megpróbálja lehetővé tenni, hogy beszélhessek mindenkivel, akivel akarok, az auróraiak előtt ezzel is bizonyítja az ártatlanságát. A viszont gátolja a munkámat, nyilván azt fogják hinni, hogy azért teszi, mert bűnös és fél a leleplezéstől. Fasztov nem igen tudta leplezni bosszúságát. Megértem, hogy így gondolkodik, Mr. Béli, felelte. De miért épp Vazília véleményére kíváncsi? Más robotikai szakértők is vannak a szolárián. De Vazília a lánya, ismeri önt, mérvadó lehet a véleménye ebben a kérdésben a robotikai intézet munkatársa, és egyetért az ön politikai ellenfeleivel. Meggyőző lehet, ha az ön ártatlansága mellett érvel. De mi van akkor, ha ellenem tanúskodik? Emiatt ráérünk még aggódni. Kérem lépjen vele kapcsolatba, és kérdezzem meg, hajlandó-e fogadni? Megteszem önnek ezt a szívességet, mondta Fasztóf megadóan, de ne higgye, hogy könnyű lesz őt meggyőznöm. Lehet, hogy túl sok a dolga, majd talán nincs is az aurórán. Vagy nem is akar belekeveredni az ügybe. Tegnap megpróbáltam megmagyarázni önnek, hogyan gondolkodik róla. Ő úgy véli, jó oka van arra, hogy keresztbe tegyen. Lehet, hogy a közben járásommal azt fogjuk elérni, hogy nem lesz hajlandó fogadni önt. Pusztán azért, mert én ellenszenves vagyok a számára. Azért megpróbálja, doktor Fasztolf? Fasztolf felsóhajtott. Megpróbálom, mi alatt ön Gladiánál tartózkodik. Gondolom, most is személyesen akar találkozni vele. Bár megjegyzem, a távnézés is elég lenne. Annyira jó minőségű a kép, hogy meg se tudná különböztetni a valóságtól. Ezzel én is tisztában vagyok, dr. Fasztoff, de Glédia szoláriai, és a távnézés rossz emlékeket ébreszt benne. Egyébként is meggyőződésem, hogy a személyes találkozás eredményesebb. Túl kényes a helyzet, és túl sok a nehézség, ezért ki kell használnom a lehetőséget. Akkor szólok Glédiának, mondta Fasztóf, és hátat fordított, de rövid habozás után visszafordult. Mr. Béli, tessék! Tegnap azt mondta, hogy ebben a súlyos helyzetben nem lehet tekintettel Glédia érzelmeire. Mint mondta, most túl nagy a tét. Így van. De azért megígérem, hogyha egy mód van rá, nem fogok neki kellemetlenkedni. Nem Glédiáról beszélek, csak arra kérem, rám se legyen tekintettel. Ha sikerül beszélnie Vaziliával, elvárom öntől, hogy neki mélye az érzéseimet és a büszkeségemet. Nem mondhatnám, hogy örülnék a találkozásuknak, de állok elébe. Vállalom a kellemetlenségeket, és nem várok öntől kíméletet. Érti, mit akarok mondani? Őszintén szólva, az ön esetében eddig se tettem másképp. Ha az ön által képviselt politikát és saját világom érdekeit kell szolgálnom, egy pillanatig se haboznék kellemetlen helyzetbe hozni önt. Helyes, Mr. Béli, és saját magával szemben sem szabad kiméletesnek lennie. Ön érdekből sem szabad meghátrálnia. Ön már akkor sem nézte az érdekeimet, amikor előzetes konzultáció nélkül idehozatott, most nem erről beszélek. Ha bizonyos, nem túl hosszú idő elteltével nem sikerül közelebb jutnia a megoldáshoz, mégiscsak meg kell gondolnunk, végső eszközként ne folyamodjunk-e az elmeszondához. Talán csak ilyen áron tudhatjuk meg, mi az, amit az agya tud, ön viszont nem is sejt. Lehet, hogy semmit se tudok, dr. Fasztorf. Fasztorf szomorúan pillantott Bélire. Ebben igaza van, de hogy az ön előbbi szavaival éljek, emiatt ráérünk még aggódni. Fasthoff elfordult és kiment a szobából. Béli elgondolkodva nézett utána. A sikerre viszi a nyomozást, ismeretlen természetű, de minden bizony a súlyos fizikai megtorlással bünteti. Ha nem jut előrébb, akkor viszont következik a pszichoszonda, amely aligha lehet kellemesebb. Szent Józafát, dünnyögte Béli elkeseredetten. mintha rövidebb idő alatt tette volna meg a Glédia házáig vezető utat, mint előző nap. Ma is ugyanolyan napsütéses, kellemes időben gyalogolt, mégis egészen más látványban volt része. Délelőtt lévén a napsugarak más irányból tűztek rá, és mindennek megváltozott egy kicsit a színe. Talán a növényzet fest másképp így reggel vagy az illatok mások? Bélinek eszébe jutott, hogy egyszer-egyszer a földön is tapasztalt már ilyesmit. Déniel és Giscard ezúttal is mellé szegődött kísérőnek, de most nem tartottak tőle akkora távolságot, és nem látszottak annyira elővigyázatosnak, mint korábban. – Itt mindig süt a nap? – kérdezte Béli szórakozottan. – Nem mindig, Eli kollégám – felelte Déniel. – Az állandó napsütés katasztrofális hatással lenne a növényvilágra – Következésképpen az emberekre is, Igazság szerint már a felhős időt jósolt az előrejelzés. Mi az ott? kérdezte Béli hirtelen. Apró szürkés-barna állat koporgott a fűben, amikor meglátta őket, fürgén tovább szögdécselt Egy nyúl, uram mondta Zsiszkár. Béli megnyugodott. A földiréteken is látott már nyulat. Glédia ezúttal nem az ajtóban fogadta őket, de nyilvánvalóan tudott az érkezésükről. Amikor egyik robotja bevezette a vendégét, nem állt fel, csak egy kicsit rossz kedvűen, kicsit kimérten annyit mondott. Dr. Fasztóf éltesítette arról, hogy megint találkozni akarsz velem. Ezúttal miért? Glédia szűk, testhez simuló ruhát viselt, és láthatóan semmi más nem volt rajta. Arca sápat volt, haját hanyagul hátra tűzte. Nyúzottabbnak tűnt, mint az előző nap, és látszott rajta, hogy keveset aludt. Daniel az előzményekből okulva nem is lépett be a szobába. Nem úgy Zsiszkár, aki előbb alaposan körülnézett, majd beállt az egyik fal mélyedésbe. Egy másik beugrót Glédia valamelyik robotja foglalta el. Borzasztóan sajnálom, Glédia, hogy megint alkalmatlankodnom kell, szabadkozott Béli. Tegnap este elfelejtettem megmondani, hogy Jandert a hanvasztás, azaz a beolvasztás után alapanyagként újra felhasználják a robotgyárakban. Mulattató lesz ott tudni atomjait egy-egy újonnan gyártott robotban. Minket is feldolgoznak a halálunk után. Ki tudja, ki mindenkinek az atomjait hordozzuk most ebben a pillanatban, vagy kinek a testébe kerülnek majd egyszer a mi atomjaink. Tökéletesen igazad van, Iláj. Erről az jut eszembe, hogy milyen könnyű mások bánatát látva bölcselkedni. Így van, Glédia, de én most nem azért jöttem, hogy filozófáljak. Akkor tedd azt, amiért jöttél. Fel kell tennem neked néhány kérdést. Nem kérdeztél már tegnap eleget? Azóta egyfolytában új kérdéseken töröd a fejed? Valóban, ezzel töltöttem az időm nagy részét. Tegnap azt mondtad, hogy miután Jander felesége lettél, felajálkoztak még neked férfiak, és te visszautasítottad őket. Róluk szeretnék érdeklődni. Miért? Béli elsiklott a kérdés felett. Mondd csak, hányan ajánlkoztak fel neked, mi alatt Jander a férjed volt? Nem számolta, Milágy. Hárman vagy négyen lehettek. Volt köztük olyan is, aki makacskodott és többször is ajánlatot tett? Glédia most először nézett Béli szemébe és megkérdezte. Másokat is kérdeztél már erről? Béli ingatta a fejét. Rajtad kívül senkit. A te kérdésedből viszont arra következtetek, hogy legalább az egyik férfi megismételte az ajánlatát. Csak egy ilyen volt. Sanitrix Greminios, Glédia felsóhajtott. Különösek ezek az aurórai nevek. Greminios pedig, ahhoz képest, hogy az aurórán született ugyancsak különleges férfiú. Az elutasítást mindig udvariasan, mosolyogva és előkelő biccentéssel vette tudomásul, aztán a rákövetkezendő héten, vagy akár már másnap újra próbálkozott, mintha mi sem történt volna. Már az ajánlat megismétlésekor is udvariatlan volt egy kicsit, hiszen egy tisztességes aurórai mindig belenyugszik a visszautasításba, és nem próbálkozik addig, amíg a kiszemelt partner nem tesz egyértelmű utalást arra, hogy meggondolta magát. Még egyszer megkérdezem, azok, akik felajálkoztak neked, tudták, milyen kapcsolatban vagy Janderrel? Mondtam már, hogy ezt nem hangoztattam léptem nyomon. Akkor vegyük csak Gerominiuszt. Ő tudta, hogy der a férjed? Soha nem mondtam neki. Ez nem válasz, Glédia. Nem azt kérdeztem, mondta de neki vagy sem. A többiekkel ellentétben ő több alkalommal is ajánlatot tett. Különben hányszor? Háromszor? Négyszer? Nem számoltam, felelte Glédia kimerültem. Talán egy tucat szólt, vagy még többször. Ha egyébként nem lett volna annyira szeretetre méltó ember, utasítottam volna a robotjaimat, hogy ne engedjék be a birtokra. Mégsem tiltottad ki a házból. A többszöri felajálkozáshoz pedig időre van szükség. Tehát idejött, találkozott veled, és közben nyilván észrevette Jander jelenlétét, megfigyelhette, hogyan bánsz vele. Nem lehet, hogy ebből kikövetkeztette, hogy milyen kapcsolat fűzi Janderhez? Nem hiszem, felelte Glédia fejcsóválva. Jan, de sohasem jelent meg, amikor látogató volt a házban. Nyilván azért volt ilyen tapintatos, mert a te utasítása is szerint járt el. Igen, és mielőtt még azt hinnéd, a szégyenérzetem diktálta ezt a parancsot, elmondom, hogy csak a kellemetlen komplikációk elkerülése véget rendelkeztem így. Én még ösztönösen intim dolognak tekintem a szexet, nem úgy, mint általában az aurorajak. Gondold végig újra. Kitalálhatta, milyen viszonyban állsz derrel. Rájöhetett valamiből? Adott egy szerelmes férfi, még hogy szerelmes, horkant fel Ugyan, mit tudnak az auróraiak a szerelemről? Akkor másképp mondom. Adott egy férfi, aki azt hiszi magáról, hogy szerelmes. Te nem viszonyzod az érzelmeit. Nem lehet, hogy Gremionis az elutasított szerelmesek különleges érzékenységével és féltéken gyanakvásával rájött az igazságra? Gondol csak végig, soha sem tett valamilyen homályos szélzást Janderrel kapcsolatban? Nem mondott olyat, ami gyanút keltett volna? Nem, nem és nem. Egyébként is elképzelhetetlen, hogy egy aurórai rossz szóvá teszi valakinek a partner választását, vagy a fura szexuális szokásait, nem feltétlenül rossz májú megjegyzésre gondolok, talán csak viccesen célzott rá. Semmilyen módon nem utalta arra, hogy gyanította a kapcsolatot? Nem. Ha az ifjú Gremionis bármi ilyesmit kiejtett volna a száján, soha többé nem léphette volna át a házam küszöbét, és gondom lett volna rá, hogy még csak a közelembe se kerülhessem. De ő soha sem tenne ilyesmit. Maga a megtestesült udvariasság. Azt mondtad, az ifjú Gremionis... Hány éves tulajdonképpen? Korombeli. 35 körül lehet, vagy még fiatalabb is egy-két évvel. Akkor még gyerek, állapította meg Béli szomorúan. Nálam is fiatalabb. Az ő korában tegyük föl, hogy megsejtette a dolgot, de nem szólt semmit. Egy árva szót sem. Attól még lehetett féltékeny. Féltékeny? Béli rádöbbent, hogy ez a szó nem sokat mondhat egy aurórai vagy egy szoláriai számára. Vagyis dühös amiatt, hogy mást választottál helyette. Tudom, hogy mit jelent a féltékenység szó, mondta Glédia éles hangon. Csak azért kérdeztem vissza, mert meglepett, hogy szerinted egy aurórai féltékeny is lehet. Itt az emberek szexuális ügyekben nem szoktak irigykedni egymásra. Más ügyekben igen, ilyen ügyben soha. Kifejezetten gúnyosan nézte Bélit. Különben is, mit számítana, ha féltékeny lett volna? Mit tudott volna tenni? Nem mondhatta azt Jandernek, hogy a vele fenntartott kapcsolatod veszélybe sodorhat az aurórán? Ez hazugság! Attól még Jander elhihette. Elhihette, hogy veszélybe sodor téged, hogy árt neked. Nem lehet, hogy ez volt az oka a mentális zárlatnak? Jander soha se hitt volna el ilyesmit. Házasságunk minden egyes napján boldoggá tett, és én ezt meg is mondtam neki. Béli nyugodt maradt. Glédia nem érti még a dolog lényegét, de ő majd elmagyarázza neki. Biztosan hitt is neked, de talán arra kényszerült, hogy valaki másnak is elhiggye ugyanennek az ellenkezőjét. És ha az első törvénynek engedelmeskedve elviselhetetlen dilemmát okozott neki a két egymásnak ellentmondó állítás, Glédia eltorzult arccal kiáltotta. De hát ez őrültség! Ezt a Susan Calviniről meg a gondolatolvasó robotról szóló tündérmesét csak a tíz év alatti gyerekek hiszik el. Elképzelhető, hogy... Nem, nem képzelhető el. Én szoláriai vagyok, és eleget tudok a robotokról ahhoz, hogy kijelenthessem, lehetetlenséget feltételezel. Óriási szakértelemmel kellene rendelkeznie annak, aki az első törvény értelmezésének kapcsán zavart akarna okozni egy robot agyában. Dr. Fasztov talán képes lenne erre, Santirix Gremionis viszont semmiképpen. Gremionis csak a divathoz ért, hajat vág, ruhákat tervez. Én is hasonló tevékenységet folytatok, de én legalább robotokkal foglalkozom. Gremionis legfeljebb az ablakot tudja becsukatni velük. Azt akarod mondani, hogy Jander azért halt meg, mert ilyen kapcsolatba került velem? Glédia mereven tartott ujjával hevesen püfölte a saját melkasát. Nem tudatosan ölted meg, – mondta Béli, aki nem bírta megállni, hogy próbaképpen ne feszítse tovább a hút. – Tegyük fel, hogy Gremionis megtudta Fásztoftól, hogyan lehet. – Gremionis nem ismerte doktor Fásztoftot, és egyébként sem értette volna meg, mit magyaráz. – Nem tudhatod biztosan, mit ért meg Gremionis, és mit nem. – Ami pedig a Fásztoftal való ismerettséget illeti, ha ennyire makacs volt, nyilván sokszor megfordult a házadban. Akkor pedig Dr. Fastolf viszont szinte sohasem lépett be a házomba. A tegnapi csak a második alkalom volt. Attól tartott ugyanis, hogy elijeszt gyakori jelenlétével. Ezt be is vallotta egyszer. Valami badarsággal magyarázta. Meggyőződése, hogy hasonló okból veszítette el a lányát. Tudod, Iláj, annak, aki több száz évig él, rengeteg ideje jut arra, hogy elveszítsen bizonyos dolgokat. Örülhetsz, hogy rövid életre születtél, Iláj és Glédia vigasztalhatatlanul zokogni kezdett. Béli csak nézte, és nem tudta, hogyan vigasztalhatná meg. Tehetetlennek érezte magát. – Bocsáss meg, Glédia, nincs is több kérdésem. – Hívjak egy robotot? Segítségre van szükséged? Glédia megrázta a fejét, és legyintett. – Menj innen! Menj már! – zokogta. Béli tétovázott. Még utoljára végignézett Glédián, aztán kiment a szobából, Zsiszkár ott volt a nyomában, és a kapuban Déniel is csatlakozott hozzájuk. Béli szinte észre sem vette őket. Annyira kezdi már megszokni a jelenlétüket, mintha csak a saját árnyékáról vagy valamely ruhadarabjáról lenne szó, gondolta szórakozottan. Lassan már lenne fogja érezni magát nélkülük. A Fasztov háza felé vezető úton vadul kavarogtak a gondolatok a fejében. Kezdetben csak azért akart Vaziliával találkozni, mert semmi jobb nem jutott az eszébe. Most viszont másképp feste a helyzet. Lehet, hogy nagyon fontos nyomra bukkant. Amikor Béli visszaért a házba, Fásztof rendszerint kedves arca komorráncokba gyűrődött. – Jutott valamire? – szegezte a nyomozónak a kérdést. – Részben kizártam egyik lehetőséget. – Talán. – Részben? És mi lesz a másik része? Hogy érti ezt? Ha valaminek nem tudom kizárni az eshetőségét, már is felmerül bennem, hogy igaz lehet, magyarázta Béli. És ha nem tudja teljesen kizárni azt a bizonyos lehetőséget? Béli vállat vont. Mielőtt még belebonyolódnánk ebbe, ami felesleges időpocsékolás lenne, találkozni szeretnék a lányával. Fasztolf lehangoltan válaszolt. Nos, Mr. Béli, Eleget tettem a kérésének, megpróbáltam kapcsolatba lépni vele. Kénytelen voltam felébreszteni őt. Ezek szerint a lakóhelyén most éjszaka van? Erre nem is gondoltam, bosszankodott Béli. Félek, nem szoktam még meg, hogy nem a földön vagyok. A mi föld alatti városainkban a napszakok váltakozása elveszítette a jelentőségét. Mindenhol ugyanúgy járnak az órák. Nem erről van szó, az aurórán Eos a robotika központja, és majdnem minden szakember itt lakik. Vazilia egyszerűen csak aludt, és nem nagyon vidult fel attól, hogy felébresztette. Nem volt hajlandó szóba állni velem. – Hívja újra! – sürgette Béli. Beszéltem a titká robotjával, akinek a révén nagy nehezen üzenetet váltottunk. Vazília egyértelművé tette, hogy soha semmilyen körülmények között nem akar beszélni velem. Önhöz valamivel rugalmasabbnak viszonyul. A robot kijelentette, hogy a lányom öt percig hajlandó tárgyalni önnel, ha felhívja távnézőn. Fasztolf a falra erősített időszalagra pillantott. Fél óra múlva. De semmilyen körülmények között nem hajlandó személyesen fogadni önt. Nekem viszont sem a találkozás módja, sem az ideje nem felel meg. Személyesen kell találkoznom vele, és annyi ideig kell együtt lennünk, amennyit én jónak látok elmagyarázta neki, mennyire fontos ez az ügy, dr. Fasztorf? Megpróbáltam elmagyarázni, de nem érdekli. De hát ő mégiscsak az apja. Biztos vagyok benne, hogy engem még annyira sem méltat, mint egy vadidegent. Tudtam, hogy így lesz, ezért felhasználtam Zsiszkárdot. Zsiszkárdot? Igen, ő a lányom nagy kedvence. Amikor Vazília robotikát tanult az egyetemen, vette a bátorságot, hogy néhány apró változtatást eszközöljön Zsiskár programján. Egy saját kezülleg programozott robot pedig nagyon közel tud kerülni az ember szívéhez. Persze itt most nem Glédia és Yander esetére gondolok. Zsiskár már majdnem annyit jelenthet Vazíliának, mint egy Andrew Martin. Ki az az Andrew Martin? Inkább úgy kellene kérdeznie, ki volt. Soha sem hallott róla? Soha. Különös. A mi ősi legendáinknak egytől egyik a föld a szintere, ott pedig nem is ismerik őket. Andrew Martin egy robot volt, és azt tartják róla, hogy fokozatosan emberszerűvé vált. Igaz, hogy már déni előtt is léteztek emberformájú robotok, de azok csak játékszerek, egészen egyszerűen automaták voltak. Minden esetre Andrew Martin képességéből fantasztikus történetek keringtek, Ebből is látszik, hogy csak mese az egész. Egy női szereplője is van a legendának, akit kis-kisasszony néven szoktak emlegetni. Andrew Martin és kis-kisasszony kapcsolata túl bonyolult ahhoz, hogy most részletekbe menően szólhatnék róla. Tény, hogy szerintem nincs olyan kislány az aurórán, aki ne álmodozott volna arról, hogy ő a kis-kisasszony, és Andrew Martin az ő robotja. Vazilia legalábbis mindig erre vágyott és zsizkárt volt az ő Andrew Martinja. És? Az előbb arra kértem a robotját, hogy mondja meg neki, önt Giscard kísérni el hozzá. Évek óta nem látták egymást, és arra gondoltam, így talán hajlandó lenne személyesen is találkozni önnel. De gondolom nem játszik sikerrel. Nem. Akkor valami mást kell kitalálnunk, feltétlenül rá kell bírnunk őt a találkozásra. Talán önnek eszébe jut majd valami, Mondta Fasztó. Pár perc múlva beszélhet vele a távnézőn, és öt perc áll a rendelkezésére ahhoz, hogy meggyőzze a személyes találkozás fontosságáról. Öt perc, mire juthatok öt perc alatt? Nem tudom, a semminél azért ez is több. 15 perccel később Béli a távnéző képernyője előtt állt, készen a Vazília faszolfal való képi találkozásra. Doktor Fasztov kiment, miután fanyar mosolyjal az arcán megjegyezte, hogy a lánya jelenlétében csak még konokabbnak mutatkozna. Déni sem volt a szobában, csak zsiskár maradt ott Béli mellett. Doktor Vazília távnéző készüléke vételre kész, jelentette Zsiszkár. Ön is felkészült, uram. Tökéletesen, felelte Béli elszántan. Nem volt hajlandó leülni, úgy érezte, állva nagyobb hatást tehet Vazíliára. Kérdés, mennyire lehet impozáns vazília szemében egy földlakó? A képernyő kivilágosodott, a szoba többi része pedig homályba borult, s egy nő homályos körvonalai bontakoztak ki Béli szeme előtt. A nő állt, arccal feléje fordult, míg jobb keze egy laboratóriumi asztalon nyugodott, amelyen különféle ábrák és táblázatok hevertek. Kétségkívül ő is hatást akar gyakorolni beszélgető partnerére. Aztán, ahogy élesebb lett a kép, az ernyő körvonalai beleolvadtak a sötétségbe, és Béli három dimenzióban látta Vaziliát, ha ugyan ő volt az. A laboratórium fal dekorációja nem illett annak a szobának a falára, amelyben Béli tartózkodott, stúl élesek voltak a kontúrok, de minden más tekintetben valósnak, kézzelfoghatónak tűnt az illúzió. A nő sötét barna, alul átlátszó, bő szoknya drágot viselt, így con középtől lefelé homályosan látszott a lába. Felső testén újatlan, mélyen kivágott blúz feszült. Mindkét karja mesztelen volt, szőke haja erősen göndörödött. Nem örökölte apja nyílt, becsületes arcvonásait, sem a jellegzetes nagy nagyfüleket. Béli csak arra tudott gondolni, hogy az anyja gyönyörű asszony lehetett, és Vazília esetében igen szerencsésen oszlottak meg a szülői gének. Alacsony volt, és Béli úgy találta, vonásai nagyon hasonlítottak Glédiájéhoz, pár arc fejezése jóval hűvösebb, és arra utalt, hogy parancsoló alkat. – Ön az a földlakó, aki azért jött ide, hogy segítsen az apámon? kérdezte Vazília éles hangon. – Igen, doktor Fasztóf felelte Béli hasonlóan pattogó stílusban. – Szólíthat doktor Vazíliának. Nem szeretem, ha a nevem miatt összetévesztenek az apámmal. – Doktor Vazília, jelöljön meg számomra egy elfogadható időpontot, amikor személyesen is találkozhatom önnel. – Megértem a kérdését, de ön földlakó, és minden bizonyal számtalan kórokozó hordozója. – Orvosi kezelésnek vetettek alá, senkire sem jelentek veszélyt. Az önapja már több mint egy napja folyamatosan együtt van velem. Apám megjátsza az idealistát, és számtalan ostobaságra képes annak érdekében, hogy megőrizze a látszatot. Én nem követtem a példáját. Gondolom nem akar ártani az apjának, pedig ezt teszi, ha továbbra sem hajlandó találkozni velem. Ön csak az idejét vesztegeti. Csupán ilyen körülmények között lőhet létre a találkozásunk, és már is elment az erre szánt időmnek a fele. Ha nem éri be a távnézéssel, akár most rögtön befejezhetjük. – Doktor Vazília, itt van Zsizkár, aki ugyancsak azt kéri, hogy fogadjon engem. Zsizkár az ernyő elé lépett. – Jó reggelt, kis-kisasszony! – duruzsolta. Vazília egy pillanatig feszélyezetten hallgatott. Amikor megszólalt, lágyabb volt a hangja. – Örülök a viszontlátásnak, Zsizkár! – Bármikor szívesen találkozom veled, de ezt a földlakót még a te unszolásodra sem vagyok hajlandó fogadni. Ez esetben, mondta Béli, aki elkeseredésében a végső fegyverhez folyamodott, kénytelen leszek az önnel való előzetes egyeztetést mellőzve nyilvánosságra hozni Santrix Gremionis ügyét. Vaziliának tágra nyílt a szeme, felemelte a kezét az asztalról és ökölbeszorította. szorította. Miféle Gremionis ügyről beszél? Csak annyit fogok mondani, hogy Gremionis jó képű fiatal, és jól ismerik egyedet. Azt akarja, hogy meg se hallgassam ez ügyben a véleményét? Megmondom én magának most rögtön, hogy nem, válaszolta Béli fennhangon. Nem mond meg nekem semmit, amíg nem találkozunk személyesen. Vazília szája megrándult. Fogadom, de figyelmeztetem csak annyi ideig, ameddig kedvem tartja, és Zsizkádot is hozza magával. Egy kattanás jelezte, hogy megszűnt a háromdimenziós összeköttetés. Billy egészen megszédült, amikor hirtelen elsötétült a képernyő. Eltámolygott a legközelebbi székig, és lerogyott rá. Zsizkád a könyökénél fogva támogatta. Segíthetek valamiben, uram? Jól vagyok, felelte Béli. Egy perc, és összeszedem magam akkor vette észre, hogy Fasztolf ott áll előtte. Még egyszer bocsánatát kérem azért, hogy nem tettem eleget vendéglátói kötelezettségemnek, szabadkozott a doktor. Egy kizárólag vételre alkalmas készüléken végighallgattam a beszélgetést. Látni akartam a lányomat, még ha ő nem is látott közben engem. Megértem, mondta Béli, és még mindig egy kicsit kapkodva szedte a levegőt. Ha az illem úgy kívánja, hogy ezért bocsánatot kérje, én megbocsájtok. De ki az a Santirix Gremionis? Nem ismerem a nevét. Béli felnézett Fasztolfra. Glédia beszélt róla nekem ma reggel. Nagyon keveset tudok ről. Mégis vettem a bátorságot, hogy megkockáztassam ezt a kijelentést. Nem sok minden szólt mellettem. Mégis sikerült elérnem a kívánt hatást. Mint tudja, a rendelkezésemre álló csekély mennyiségű információból is hasznos következtetéseket tudok levonni. Ezért kérem, a jövőben is tartsa tiszteletben a módszereimet. Legyen kész a maximális együttműködésre, és ne tegyen többé említést semmiféle elmeszondáról. Fasztolf hallgatott. Béli pedig elégedetten konstatálta, hogy a lány után az apja is kénytelen volt engedni neki csak azt nem tudta, meddig lesz képes rájuk kényszeríteni az akaratát.